Sziasztok! Ez itt a felütés. Mellettem György Imre. Hail Satan! És mellettem pedig Jacsó Miklós barátom. Szevasztok fiúk, lányok és androgynök. Ufók. Visszatértünk. Ufók és istenek. Na, ez a referencia, ez elő fog ma kerülni majd a műsor végén, én erre készültem. Jó, ó, nagyon örülök neki, nekem eszembe se jutott egyébként. Nem, pedig jó. Mennyire nyilvánvaló, nagyszerű. Okay. Lényeg, ugye ott hagytuk abba a kis történetünket Marilyn Manson kapcsán, hogy eljutottunk a második nagy lemezéig, ugye az Antichrist Superstarig, ami a kezdeti kisebb sikerekhez képest felröpítette a csávót a egyrészt a hírességek közé, másrészt a közellenségek közé. Tehát hirtelen azért már eleve ezzel a lemez címmel borítékozható volt, hogy be fogják ők találni ugye a különböző szekták, vallási szervezetek, egyházak, és hogy hát az úgymond keresztény kultúrának ő lesz az első számú gonosza. Igen, politikusok, azt nem is említett, ez tényleg egészen így odáig emelkedik, hogy ő a politika bizonyos részei számára is egyfajta közellenségként tetszeleg, és hát ugye ez a lemez, amiről beszélünk most először, az Antichrist Superstar, elsősorban ugye a vizualitásának, másosorban rajta elhangzó dalszövegeknek köszönheti ezt a fajta hírnevét. Nagyon erős képekkel operál ez a lemez. Az egész, ami körbeveszi, az egy olyan magasztosan nagy és robosztus koncepció, hogy elképesztő, hogyha az ember egy kicsit erősebben beleássa magát. Na most, ezt pont te is említetted, mielőtt elindítottuk volna a felvételt, és én is szembesültem ezzel nyilvánvalóan, hogy az évtizedek alatt, pláne amikor ez még nagyon híres volt, tehát, hogy, és mindenki ismerte, ugye elképesztő mennyiségű embert inspirált arra, hogy kutassa, hogy akár az okkultizmus, akár a filozófia, akár ezeknek valamiféle ötvözetében, de minden kicsi, pici rejtett jelet keressen ezeken a kiadványokon, hogy mégis hogy áll ez össze egy egészé. Na most ezeken mi azért nyilván valahol végletesen nem akarunk végigmenni, vagy úgy gondoljuk, hogy van olyan, aki ezt sokkal jobban elemzi és érti, mint mi. Másrészt engem például egyáltalán nem érdekel az okkultizmus, és a számmisztikához pedig nem értek. Tehát ebből a szempontból, tudom, hogy ennek egyébként a Manzonnak ez fontos, de nem ebből a szemszögből próbálnánk inkább megközelíteni ezt, hanem valahol az életrajz, és az, hogy ahogy ezeknek a lemezeknek a szimbólumai kapcsolódnak egymáshoz. Mert hogy tudod, ő egy ilyen szerbantalian, szóval ilyen önmagából táplálkozó művész, aki mindig a saját életét, meg azt, amiben éppen van az életében, azt rögzíti ezeken a lemezeken, és azokból kreál egy ilyen magánmitológiát, ami tényleg ilyen Dante-i. És nincs egy ilyen egységes narratívája, tehát ő se ad azért valódi támpontokat arra, hogy bárki is kijelenthesse azt, hogy exaktan ez és ez a lemez ezt és ezt jelenti. Ez tényleg olyan, mint a hagyma, amit fejtesz, és csak újabb rétegei vannak, de nincs egy egyetemes igazság, hál' az Istennek. Az tény, hogy azért az egyház, a kereszténység, ezekhez kapcsolódó szimbólumok a mai napig mondjuk megjelennek az ő dalszövegeiben, megjelennek az ő színpadképében, tehát néha ilyen óriási lángoló kereszt, ami van egy ilyen borzasztó, az már ilyen néhány évvel ezelőtti felvétel, amikor rá is dől, ez már mondjuk inkább kellemetlen az a korszak, mint sem áldásos, de hogy azért ez átmegy az ő egész életművén, de az tény, hogy mindig reflektál az adott korra, az adott évekre. Ugye, amit már az előző adásban mondtam, hogy azért ő a mai napig ilyen 2, maximum 3 évente letesz egyébként egy új lemezt, és abban mindig van némi megújulás, mindig vannak új szimbólumok. Na most tényleg olyan elemzések keringenek a neten, olyan külön a Manzonra felhúzott Wikipédia-szerű ilyen enciklopédikus oldalak vannak, amik a legkisebb borító megjelenő kis grafikát is képesek kielemezni és bevonni hozzá különböző
ősi mitológiákból, vagy vallásokból átvett kis szimbólumokat. Szóval én ezt nem, hát tagadni semmiféleképpen nem lehet tagadni, hogy ezek nagyon tudatosan vannak használva, és nagyon-nagyon jól fel vannak építve. Azt még nem említettük, de ő maga is egyébként fest, és neki az egyik tulajdonképpen kedvenc elfoglaltsága az, hogy ő egyébként ott a pincében abszintot iszogatva festeget, bár azt hiszem, hogy mostanra az abszintot már félretette, mert hogy voltak azzal is kemény sztoriai, de hogy ő fest, és hogy nyilvánvalóan a vizualitás az baromi fontos az ő egész imázsában, de hogy nagyon-nagyon igényes lemezborítók, fotósorozatok, videoklipek fűződnek ugye az ő nevéhez, tehát tényleg itt részletekig ki vannak dolgozva ezek a tényleg kis apró grafikai elemek is. És az az érdekes benne, hogy ugye sokszor említenek így bizonyos rendezőket, mondjuk általában Flória Sigismundit mondják, azt a hölgyet, aki a Beautiful People-t rendezte, meg a Dean Kroll, meg hasonlók, akik mind ilyen elismert videoklip rendezők, és gyakorlatilag mindenkivel dolgoztak már Szapnába, hogy na ők azok, akik a vizuális megjelenését kitaláltak a Marilyn Mansonnak. Nem. Inkább az az érdekes, tudod... A sátán volt az. De tényleg ez a csávó, ez annyira tudja magáról, meg tudja azt, hogy mit akar megjeleníteni ezekben a videóban, valójában bárki rendezheti ezeket. Nekem az az érzés, hogy mindig az jelenik meg rajta, amit ő, Brian Warren személyesen akar. Tehát valójában nincs akkora befolyás a filmrendezőknek és a fotósoknak, mint amennyire gondolják. Tehát nem arról van szó, amikor így egy vizuális művész megtalálja az ő múzsáját, tudod, aki által ő ki tud fejeződni, vagy hogy ezt valaki megcsinálja. Fasz! Nem véletlen, hogy mindig mással dolgozik. Tehát, hogy nincs egy olyan személy, aki végig az összes klipjét rendezi, hogy mindent végig fotózott, tudod. Fotós az van egyébként, aki így nem mindent ő fotózott, de hogy végig követtem tulajdonképpen az egész munkásságát, és ebből egyébként talán tavaly vagy tavaly előtt egy könyv is megjelent, egy kifejezetten egy ilyen fotóalbum. Ezt nem láthattam személyesen, még nem is vagyok biztos benne, hogy ez nálunk kapható lenne, de hogy azt tudom, hogy itt ilyen, tényleg ilyen Anthony Corbini magasságokban készültek ezek a képek, és ez az egész kiadvány amúgy. Kategóriákkal előrébb van ennek a lemeznek az artwork-je. A korábbiakhoz persze. A korábbiakhoz, meg úgy egyébként úgy bármihez képest, ami ebben az időben megjelent. Tehát tényleg azok a fotók, ugye a féreg emberről, vagy a féreg fiúról, ugye az egész lemez alatt egy ilyen átalakulást követhetünk nyomon, tényleg ilyen operetszerűen, ahol valamiféle lúzer srácból, ugye mindenki más mond ebből a Warren Boyból magává az antikrisztusa, vagy egy kifejlett erős lényé alakul a főszereplője az albumnak. És hát azért ez egy ilyen jó ipari album, tehát azért nagyon furcsa hangzáson, és nem mondhatjuk egyébként igazából azt, hogy jó hangzáson, egyedi, ami történik a lemezen, de hogy azért ez nem az a fajta sound, ahol minden le van tisztulva, minden feltétlenül át van gondolva, hanem ez vad. És én egy picit ezt érzem annak a lemeznek, ami nekem egy kicsit túl hosszú, aztán persze, hogy megint olvashatjuk az anyázós kommenteket, hogy de ez tökéletes, és minden ott van a helyén, én elhiszem. Manson semmit nem tenne rá a lemezén, amit ő nem gondol indokoltnak. És amit tudod, már beszéltünk, hogy ugye egy nagyon-nagyon termelékeny dalszerzőről beszélünk, és főleg itt ennek az érájának a lemezein néha tényleg ilyen 18-19-20 szám rákerül egy albumra, igen. De azt lehet hallani, hogy rengeteg meg lekerült róla, vagy nem került rá. Tehát, hogy egy-egy ilyen lemezíró session alatt, hát például a Hollywoodra azt mondták, hogy 100 dalt írtak. Tehát azért itt lehet, hogy ezek csak kis szösszenetek, meg ötletek, de az biztos, hogy az a 18 dal, ami rákerül egy ilyen lemezre, az már le van válogatva valamiből, és az tényleg ott van a helyén. Ugye innentől kezdve, ugye az Antichrist Superstar-tól kezdve, ugye említettük, hogy mi egy ilyen trilógiáról beszélünk, ez a három lemez, ez ilyen elemekre, vagy tulajdonképpen ilyen fejezetekre is van bontva. Igen. Tehát, hogy nem csak, tényleg nem csak dalok sorakoznak egymás után, és nem csak úgy rá lehet húzni, hogy ez egy történet, ezek szabályosan ilyen koncept lemezek, amik hát tulajdonképpen olyan jellegű osztásokban működnek, mint mondjuk a Biblia. Igen, és ami ugye még nagyon fontos, hogy az, aki esetleg egy ilyen egységes elbeszélői szemponttal rendelkezik, az a kapcsolatban, hogy ez mit jelent, ez a három album. Ilyen, tehát felhúzhatod a sajátodat, de hogy
valójában ilyen nem létezik. A Manson sose nyilatkozott úgy, hogy elmagyarázzon mindent ezeken a lemezeken. Tehát tudod például ez olyan, hogy mondjuk a Donnie Darkot, amikor láttam gyerekkoromban, akkor így azt gondoltam, ez nagyon sok mindent jelent. Nem vagyok benne biztos, hogy ez mit jelent, de nyilvánvalóan a szerző is ugyanígy érzett. Na most megvettem DVD-n, aztán kiderült, hogy nem, ugyanis annak ahhoz járt egy kis füzet, ami pontosan elmagyarázza egy ilyen magánmitológián belül, ilyen biblikusan, hogy mi miért van. És a szerzői intenció az teljesen végigkövethető, hogy miért lett úgy rendezve, úgy megírva, úgy eljátszatva a színészek által. És a Marilyn Mansonnál azért egy ilyen mögöttes alapmű nincs, és a nyilatkozatai is homályosak. Azzal kapcsolatban, hogy ez a trilógia mit jelent? Hát főleg azért, mert többször megváltoztatja az egésznek az irányát. Ugyanis itt, ugye amikor az Antichrist megjelenik, akkor még tulajdonképpen ez egy önmagában értelmezhető történetként van apostrofálva. Amikor majd ezt követi a Mechanical Animals, akkor ugye azt mondja, hogy az ennek a folytatása, de amikor elérkezünk a Hollywoodhoz, akkor azt mondja, hogy egyébként ez egy trilógia, de visszafelé értendő, a Hollywooddal kezdődik, utána jön a Mechanical, és azután az Antichrist. Tehát, hogy saját maga felborítja egyébként ezt a trilógiához csatolt kultuszt. Uh-huh. Valószínűleg ez azért is van, mert ugye említettem ezt az önmagával táplálkozó művészt, az saját életét írja. Nem tudod előre, hogy a trilógiának mi lesz a vége, hiszen nem tudod, hogy mi lesz veled 5 év múlva. És én megértem benne ezt a szándékot, hogy a Hollywood végén azt mondja, miután megírta ugye ez a harmadik tétele a trilógiának, hogy ez visszafelé értendő. Értem, hiszen akkor győz az Antikrisztus. Tehát akkor az van, hogy indulok a tragédiától, és eljutok a győzelmemig. Na de engem sokkal jobban érdekel ez a trilógia az életrajznak a tükrében. Pontosan, igen. Hogy valaki, aki szembeszegül egész Amerikával, végül egy levedlés által saját maga is áldozattá válik. Saját maga az Antikrisztus krisztusi szerepbe pozícionálódik. Ez szerintem sokkal érdekesebb, és sokkal sokkolóbb az, ami Mansonnal valójában történt a létező világban, mint az, amit ő mondjuk gondol egy művészi mesterművéről, hogy értsük visszafelé. Most nem annyira visszafelé fogjuk szerintem. Nem, érteni. Most akkor induljunk el, ugye ott fejeztük be az adásunkat, hogy elkészül az Antichrist Superstar lemez. Ordinári bulizások, váltakozó zenészek, váltakozó stúdió, egymással szembeszegülések, után egyfajta kiózanodásképpen megszületik az az album, ami a fejébe volt a főhősnek. Na, mi történik ekkor? Mi van ezen az albumon? Ugye egy-két dalt már érintettünk, Beautiful People, Tourniquet. Hát ugye alapból, ahogy indul, older children say, we hate love, we love hate. Tehát gyűlöljük a szeretetet, szeretjük a gyűlöletet. A szokásos kétpólusú ilyen ellentét, ami ugye a teljes Manson, amit már mondtuk, hogy ugye le van neve, is ezt jelenti. Igen. Az első dal, ez az Irresponsible Hate Anthem, ez tényleg egy himnusza Amerikának, egy ilyen alternatív himnusza, arról, amit Manson róla gondol, ugye a abortusztól kezdve, a gyűlöleten át, a fegyver használatig, mindent a hallgatóságra önt, és ebből az ilyen kezdőképből, ami Amerika, hát ilyen Nietzsche-i magasságúba jutunk a Beautiful People által. Ugye a videóklipet nagyon sokszor nagyon szeretik az elemzői ugye összemosni Nietzsche-nek az Übermensch gondolatával, meg illetve Manzonám nagyon gyakran visszatérő téma az egész trilógián, ez az Isten halál metafora. Ami hát ugye feltételezi az, hogy mint ahogy már korábban az előző adásban is beszélt, nem egy ateista lemez. Pontosan a teoretikusai a Nietzsének is folyamatosan ezzel foglalkoznak, hogy az Isten halott mögött kijelentésben természetesen az is ott rejtőzik, hogy Isten létezett. Az ateizmusnak ugye az alaptétele az, hogy nem volt, nem lesz, és jelenleg sincs Isten. Az Antikrisztus már valaminek az ellentéte. Pontosan. Tehát végig egy mélységesen keresztény narratívában vagyunk benne, ahol ez az Antikrisztus valójában, minthogyha azt jelenteni, hogy ébredjünk fel egyfajta ilyen kiáltás a sivatagban először, ami
megfogalmazódik az übermesve, és az übermes nem más, mint hogy ébredjünk föl, hogy legyünk a saját sorsunknak az akarója, hogy a média, ne a média befolyásolja az életet, saját magad, és ne is a vallás, és ne is a politika, hanem saját magadnak az Isten légy valahol. Tehát itt egy megistenülést követhetünk nyomon. A Beautiful People szerintem az egyik legjobb videóklip, amit valaha láttam életemben, márha az ilyen horror jellegűekről beszélünk. Ez egyrészt egy gyártelepen, egy ipartelepen forgatták, ahol itt tényleges jelentősége van valahol ennek az industriál, egyrészt egy industriál zenét hallunk, másrészt ebbe az ipari környezetbe ugye átlag emberek vannak behelyezve, és ott Manson ott ilyen gólyalábakkal fölöttig vezeti őket. Meg ezek az emberek körülötte mennek, mint egy ilyen gyerekjáték, masíroznak, és ő pedig mutogat rájuk, tehát fantasztikus. Hát ez már a Rammstein bölcsője ez a zene, nem? Ez a riff, ez abszolút. Én nagyon sokszor azon gondolkodom, hogy vajon a Manzonra hatottak-e az ilyen német industriál dolgok, hogy azokat ő vajon ismerte? Szerintem az a Reznorra hatott. Lehet egyébként. Oda-vissza. Uh-huh. Tehát úgy értem, hogy nyilván a Reznor meg óriási hatással volt erre az egész industriál metal világra. És valószínűleg lehet, hogy ezeket az industriál, meg ilyen steampunk dolgokat is, amiket tele vannak mondjuk ezek a klipek, ezeket valójában a Reznortól nyúlja a Manson is itt az elején. Ezt még vallja is ő egyébként, szóval azért ez nincs eltitkolva. Uh-huh. És ezt igazából a maga arcára fordítja, aztán persze jönnek a németek pár évvel később, és ők meg aztán nagyon autentikusan tudják ezt a világot képviselni. De hogy ez ugye egy fantasztikus videoklip, a Beautiful People, meg hát ott van a te személyes kedvenced, a Tourniquet, ami megint csak egy nagyon erős, hogy már beszéltünk róla, egy grunge által ihletett dal, és hát a szerelmet így módon megjeleníteni ezekkel az nagyon furcsa ilyen bábokkal, ez a rengeteg rovar, ugye a féregnek a szimbóluma az nagyon gyakori visszatérő ezen a lemezen. Ami mindenképpen ki kell emelni erről a lemezről, hogy szerintem az egyik legjobb tétel az Antichrist Superstar maga, mint dal. Alapvetően, tehát a közönség hangjával operál ez a dal. Amikor ezt tényleg azt mondom, hogy színpadra vitték, tehát ugye, ami látványvilág azok elé tárult, akik elmentek ilyenkor egy Manson koncertre, hát itt ugye kapott egy politikai szószéket, pulpitust, amiről ő prédikál, mint egyszer egy politikus, egyszer egy pap, ugye a biblia lapjai tépi szét és dobálja be a közönségnek. Majdnem olyan, mintha ilyen náci jelképekkel is dolgoznának ugye ott a színpadon, ez a villámjel valószínűleg egy picit arra utal, ugye a zenekar is olyan, mintha katonák lennének, tudod, ilyen katonai sisakban, meg mit tudom én. Nagyon, nagyon hatásos színpadi. Igen, ez a high voltage-jel, uh-huh. Ez ugye egy kicsit a sokkolás. Tehát ez a, mint effektíve tényleg áram általi sokkolás szerintem arra is utal, és ugye ekkora ezzel az egész ilyen shock rock dologgal ugye összefonódott teljesen a Marilyn Manson név. Másrészt ugye ezek is csak szimbólumok, ezek is csak tárgyak. Tehát az, hogy ő széttép egy Bibliát, az ugye egy olyan dolog, amin felháborodik az egész világ. Ugye maga a kereszt, mint olyan, erről egyébként pont a Manson mondja, hogy az egy szimbólum, ugye onnan ered, hogy most Jézus keresztre feszítettük, ugye vallások szimbóluma lett, de ha belegondolunk, akkor a világon a legtöbb példányban elkelt lakásdíszről beszélünk, ami egy csomó olyan házban is ott van a falon, ahol nem is vallásos emberek élnek. De például egyébként ezzel szemben, hogyha most a, nem tudom, IKEA piacra dobna egy ilyen összerakható dizájnkeresztet, akkor meg megint jönnének a vallási fanatikusok, vagy még csak nem is azok egyébként, hanem inkább csak azok, akik... Neokonok, igen. Akik csak kicsit fel akarják hívni magukra a figyelmet, jönnének tüntetni. Tehát ugye ezek a nácira hajazó jelképek, tehát azért a Manson az mindig azt közvetíti, hogy ha ti azt gondoljátok rólam, hogy én náci vagyok, akkor konkrétan félreértettétek a teljes üzenetemet. De ugye
ha a náci szimbólumokat nézzük, ugye egy későbbi lemezén kerül például elő, ugye kicsit a birodalmi sasra hajazó logó, illetve vannak ilyen horogkereszerű szimbólumai is. De hát maga ez a horogkereszt, ez pont egy olyan dolog, mint a Marilyn Manson név, vagy mint meg annyi dolog az egész életművében, hogy az 1900-as évektől kezdve számunkra, ez a mai napig, és nyilván az egész világ számára tulajdonképpen egybefort Hitlerrel, egybefort a II. Világháborúval, egybefort a holokauszttal, rossz dolgok jutnak eszünkbe róla. Míg egyébként a keleti kultúrákban az egyik legősibb szimbólumról beszélünk. Ugye Indiában ez azt jelenti, hogy jó szerencsét. Kínában is ez egy évezredek óta használatos kis rajzocska, ami jó dolgot jelent. Ez megint ugye a jelentéseknek a játéka, mint a Marilyn Manson is, ugye, vagy mint mondjuk a Beautiful People, mint egyetlen szimbólum, ez, hogy a gyönyörű emberek. Nem, magyarul nem feltétlenül lehet, hogy így kéne fordítani, de mindegy, most maradjunk ennél a nyers fordításnál. Van erről egy nagyon híres koncertfelvétel, ugye a Video Music Awards-on előadja ezt a dalt, de fönn is van, szerintem mai napig fönn van neten visszakereshető, hogy egy konkrét nagy zenekart rendel, akik egy indulót játszanak, mintha nem is tudom, hogy valami iskolai rendezvény, vagy egy foci meccs, vagy valami, őket ugye fölvonulnak, és ő megjelenik, mint egy ilyen biztonsági őrökkel, mint egy politikus, és fölolvas egy kiáltványt, hogy ugye most nyilván nyers fordításban fogom, nem olvasom ezt most, csak így az emlékeim szerint, ugye megtagadjuk a fasizmusát a szépségnek, megtagadjuk a fasizmusát a kereszténységnek, és hogy itt vagytok ti, akik mindannyian az utatokat keresitek a mennyországba, de hogy biztos, hogy jó lenne az a hely ennyisek fejjel. És akkor belekezd a zenekar a Beautiful People-be, ahol meg aminek a videóklipjével ugye nagyon undorító embereket látunk, közben pedig a címe az, hogy Beautiful People. De tényleg az Antichrist Superstar-nál is mennyire ugye ellentmondó az, hogy egy politikai beszédhez hasonlítjuk, vagy úgy általában azt a narratívát követi a dal, meg az egész, amit sugároz színpadon, amit mi a tévében a vezetőinktől látunk, meg amit az iskolában hallunk. Tehát annak az egésznek egy torz kifordítása. Tehát tényleg olyan, mint egy tükör, egy torz tükör. És hát ugye itt jutunk el a Reflectingedig, ami szerintem az egyik legzseniálisabb dala az egész Manson életműnek, ami a saját magad felelősségvállalása és megistenüléséről szól. Fantasztikus mondatok vannak benne, és ott ugye ezután következik a Man That You Fear, amiről már beszéltünk, és na, az kapott egy olyan videóklippet, ami nem tudom, hogy így megvan-e, de na, az megint egy csúcspontja szerintem a Manson-ológiának. Ugye telepeseket látunk. Nem tudod eldönteni, hogy ez valójában ilyen 17.-18. században játszódik-e maga a videóklip vagy a jelenben. Olyan, mintha Amerika első telepeseit látnánk, és Manson, mint egy white trash, ilyen lakókocsiban ott van a terhes feleségével. És van egy kislány, aki az orákulum. Tehát látszik, hogy valamiféle vallási vezető, ugye ez is nagyon torz, hogy egy kislány a vallási vezető egy ilyen közösségben, aki mintha egy játékot játszana, körbe forog a lakókocsik között, és találomra rámutat egy házra, és az a Manzoné. Amiről nem tudjuk, hogy eznek most pontosan mi lesz a jelentőség a későbbiekben, de az egész falu megindul egy ilyen menetszerűen, mint hogy a Krisztussal mennének a Golgotára, majd Manson ott letérdeltetik, és csak azt látjuk, hogy mindenki fölvesz egy követ. Tehát, hogy egy megkövezéssel fejeződik be a videóklip, nem tudjuk, hogy mi történik ezután, nyilvánvalóan az, hogy meggyilkolják. Amerika, a kereszténység és a mártírjai, hogy mennyire esetleges az, hogy valaki áldozattá váljon, és hogy ez mennyire együtt van a történelmünkkel, vagy az ő történelmünkkel, a miénkkel is egyébként, azt nagyon szépen megmutatja 3 percben ez a videóklip. Kurva jó! Hát igen, meg ugye a vallási fanatizmust is, tehát hogy amennyire a keresztény üldözés, mint olyan, átcsapott abba, hogy utána a pogányokat üldözzük. És ugye azért ez a megkövezés, mint olyan, ez a mai napig sem is egy létező dolog a világban. Tehát, hogy ugye vannak olyan helyek, ahol tényleg vallásra, meg törvényekre hivatkozva, ez még mindig egy élő dolog. Igen.
Tehát azért ez egy olyan reflexió egyébként, ami azért innentől kezdve elég sokszor elő fog kerülni, hogy ugye Manson folyamatosan, hát ugye amerikai, és folyamatosan reflektál nyilván az amerikai dolgokra, de leginkább az amerikai embereket, mint ilyen elbutított népcsoportot állítja ő be, és próbálja olyan dolgokra felnyitni a szemüket, ami egyébként a világban zajlik, és fingjuk nincs róla, de közben a leghétköznapi kis problémával meg foglalkoznak. Ez majd egyébként mindjárt elő fog kerülni egy későbbi sztoriban, de most nézzük onnan, hogy ugye tényleg ezzel az egészen magára haragítja a vallásos közegeket. Tényleg kikiáltják őt egy ilyen antikrisztusnak, és egyrészt azért, mert iszonyat nagy népszerűségre tesz szert. És ugye ide kapcsolódnak azok a történetek, meg azok a videók, biztos te is láttál egy csomó ilyet, amikor ilyen talkshowba hívják őt, ugye, mint a gyermekek megrontója, a nem tudom, aki lázadásra szítja itt a srácokat, és ugye ő meg mindig ilyen hót józanul érvel amellett, hogy így biztos nem a ti törvényeitek, meg a ti elnyomásotok miatt lázadnak ők, tehát hogy most biztos azért, mert én nem tudom, én ezt mondom a zenémmel. Igen, amúgy az szerintem rendkívül humoros, hogy ő elmegy ezekbe a talkshowba. Ezek ilyen Mónika Show színvonal egyébként. Pontosan, és egyébként az a vicces, hogy van róla olyan videó, amikor még nem híres, és ott is ott van egy ilyenen. Mm. És nyilat, tehát a közönségből kiszúrják, mert az elég furán néz ki. Tehát tényleg mániákusan rajonga maga módján ezekért a talkshowkért, hogy mennyire beteg ez, mennyire ki lehet fordítani, és egyébként mennyire furcsa, akkor én oda megyek, és intelligensen beszélek. Tehát tudod, azért azok, akik egyértelmű szinten vannak vele, azoknak szerintem az ilyen 90 vagy 100%-a azt mondaná az ilyenekre, hogy hiába hívnak, meg hiába én vagyok a bűnbak, ebbe én akkor se állok bele, meg ezek a sutyók, én el se kezdek beszélgetni, ezek így kajok belemegy a diskurzusba. Hát egy igazi troll. Igen, tehát a trollok elődje, vagy nem is tudom. Tehát nagyon, nagyon érdekes. Na de, hát ugye mi történik még ezen kívül? Hát Number One szupersztárrá válik, rengeteg sok lemez gazdára talál ebben az időben az Antichrist Superstarból, és hát a turnék után ugye ez egy évig tart a Death to the World turné, hát ami az egész világot úgy fordítja föl, ahogy csak tudja, mindenhol tüntetésekbe ütközik, valahol le is tiltják, fizetnek azért, hogy ne lépjen föl, és hasonló. Igen. Hát aztán mégiscsak valahol szerintem azt érzi, hogy kezd meghasonulni önmagával. Hogy valójában ő is csak egy termékké válik, hogy valójában ő még mindig a pokolban van. Hogy a nagyapja a pincéből még mindig nem jutott ki. Hogy ebből valahogy vissza kell jutni. Ugye ekkor népszerűsíti ezt a könyvet, amiről beszélünk, eznek egy egész nagy kampánya van egyébként. Ennek ugye az eredeti címe a Long Hard Road Out of Hell, ami egyébként egy azonos című dal, az megjelenik a Spawn filmnek a filmzenéjén. Igen, erről majd valószínűleg bővebben fogunk beszélni egy kicsit, egy másik adásban. Abból a szempontból érdemes egyébként megemlíteni, hogy ezt én nemrég tudtam meg, hogy ez eredetileg a Jonathan Glazer rendezte volna, aki a Radioheadnek a Karma Police videóklipjét csinálta. És eredetileg ezt ő ennek a dalnak szánta. Ez ugye az a videóklip, ahol a Tom York ugye ül egy kocsiban, és előtte pedig hát hazánk neves fia, a Kovács Lajos menekül előle, aki hát a Balogh TV. Balogh TV! Ugye gyerekkor... Mi öten vagyunk, te meg egyen köcsög. Az a helyzet, hogy a Mikivel ilyen meg az osztályunkban, így a haverokkal ilyen közös nagy szerelmünk volt az Argó című film. Hát, milliószor láttuk. Igen, ez ugye a Kovács Lajos főszereplésével készült Árpa Attila, ugye? Uh-huh. Árpa Attila filmjel. De láthattuk őt a Kontrollban is, a Béla Bákén, meg látszott ő Vojceket, mindent, tehát egy nagyon jó színész szerintem. És nem tudom milyen módon, de valahogy ő kerül ebbe a videoklipbe bele egyébként. Na most a Manson nem szerette ezt a koncepciót, szerintem nagyon nem Manson. Nem. Tehát ez nagyon jó, hogy oda került a Radioheadhez. Meg tulajdonképpen ő a mai napig mondjuk ekkora váltást így a vizualitásában nem lépett meg, hogy mondjuk egy ennyire minimalista klippel álljon elő, de az biztos, hogy abba az érába abszolút nem fért volna bele.
Igen, meg egyébként most ennyire humoros lenne, hogy ül a menzon a kocsi, és a Kovács Lajos meg így fut előtte, tehát teljesen elképzelhetetlen. De kapott egy nagyon jó videóklipet, ami hát ugye... És ezt itt, ahogy azt tudod, tehát azt itthon forgatták, tehát azért van benne magyar szín. Tehát ez itt van forgatva az a klip, igen. Na azt hittem, hogy kivitték őt valahova. Nem, valahogy ezt itt forgatták, és szerintem ahhoz kerestek valami színészt. Fantasztikus. De egyszer ennek utána fogunk nézni, és egyébként meg, sőt, ha ennek bárki tudja a sztoriát, ez tényleg nagyon érdekel, sokkal jobb, hogyha ti kommentelitek, mint hogy googliznunk kelljen. Aztán bekommentel a Kovács Lajos. Zárpa Attila. De mindegy. A Tom York. Tehát kap egy nagyon jó videoklipet azért, ami tényleg 18 plusz karikás, tehát ott a menzon transzfesztitaként anyaszült mesztelenül kéjeleg egy díványon. De ez mondjuk tényleg olyan, hogy tudod, nézd, olvastam alatta a kommenteket YouTube-on, és akkor amikor anyám bejött, mindig elkapcsoltam meg. Átkapcsoltam egy pornó oldalra. Igen, ilyen is van egyébként az vicces. De hogy előrevetíti azt, szerintem amiről a következő lemez fog szólni, ez a nemi szerepeknek a totális dekonstruálása. Tehát itt ugye vannak ilyen képek bevágva a klipben, ahogy egy férfi és egy női szobor egymás mellett állnak, és elkezd cserélni az arcuk. Hirtelen a férfin lesz a mell, hirtelen a nőn a farok, meg mit, tudod, ilyen össze-vissza hülyeség, szóval az látszik, hogy valójában benne a testkép az totális bomlásnak indul, és minden felforr, meg felforgatódik. Ugye Hollywoodba költözik, ez szerintem nagyon-nagyon fontos egyébként a Manzonnál. Igen, és nem csak azért, mert reflektál majd erre egy lemez címmel. Ugye itt most elkezdtünk áttérni a Mechanical Animals készítésére, ugye igen, egyrésztről fontos, hogy Hollywoodba költözik. Fontos az, hogy tulajdonképpen egy közellenségé és világsztárrá érik, ami mindig is az ő vágya volt. Fontos az, hogy baromi sok emberhez eljut az ő zenéje. Azért ezek a backstage jelenetek, ezek még mindig brutális, amiket leművelnek ebben a korszakban. Meg tudja már valósítani, mind anyagilag, mind anyagi háttérből, de hogy vizuálisan meg tudja valósítani végre tényleg azokat az ötleteit, ami korábban nem volt annyira egyszerű. Azért itt kialakul egy elég jó banda mögötte, és nagyon fontos az, hogy ugye elkezdi készíteni az első olyan lemezt, amit egyrészt világsztárként készít, másrészt a Trent Reznor nélkül. Keresni kell ehhez azért ugye egy új apa figurát, de ez szerintem már nem történik meg. Itt a zenekar már elég öntudatos. Ugye a Billy Corgan-nel próbálkozik állítólag először a Smashing Pumpkins-nak az énekeséből, viszont őt egy idő után eltávolítják, hogy elvileg már pont az a probléma, hogy a zenekar már annyira öntudatos, és annyira tudja, hogy mit akarnak csinálni, hogy kb. Így felesleges egy másik rockstar bevonni ebbe, tudod. Én annyira kíváncsi lennék, hogy ilyenkor ténylegesen azt lehet-e mondani, hogy a zenekar annyira öntudatos. Szóval, hogy vagy a Manzon és a Twiggy. Szóval, hogy ugye persze itt zenekarról beszélünk, de aztán ezek a figurák mégis mindig kikoptak mellőle. Viszont mindig igen, nagyon fontos jelentősége van tényleg az adott új korszakainál és lemezeinél az, hogy kik vannak mellette. Szóval annyira kíváncsi lennék valójában arra, hogy ez az egész koncepció, design, vizuál, image, minden, ez mennyire csak egy embernek az agyszüleméje. Én arra gondolok, hogy zenében biztos, hogy ott a Twiggy, illetve én a Pogóra gondolok még, vagy ugye Madonna Wayne Gacy, aki ugye a billentyűs, tehát ők nagyon sokáig vele voltak. Tehát ők majdnem az egész jelentős ére, amikor a Marilyn Manson szupersztárnak számított a kezdetektől fogva, ők ott képviseltetik magukat ezeken a lemezeken, és biztos vagyok bennük, hogy valójában ez a zenei alapot, azokat ők adták mindig. Tehát ők azok a komoly dalszerzők, akik ott vannak ezek mögött, a dalok mögött. Itt szerintem a Twiggy nagyon öntudatos, legalábbis a Michael Beinhorn, akit utána végül is producernek felfogadnak, ő ezt nyilatkozza egyébként, tehát hogy ez nagyban az ő érdeme is. A Manzon meg tudja, hogy koncepciózusan hova kell menni, ihletért, milyen zenei hatásokhoz kell visszajönni, meg milyen képi hatásokhoz. Na és milyenekhez? Mert hogy itt van az, amit már említettünk, hogy ugye a Mechanical Animals is egy konceptlemez. Ráadásul van egy óriási nagy ilyen arculatváltás, ami
nem is a klipek, tehát a klipeknek mondjuk nem a stílusából, meg a vágásából jön le, de egész egyszerűen a maga Manson, mint karakter, mint személy, teljesen megváltozik. Ugye magára aggat egy ilyen androgűn, földön kívüli glam star jelmezt, és éveken keresztül, vagy hát mit, 2 évig, ő így megy el nyilatkozni, így szerepel a klipjeiben. Ugye ez egyértelműen ténylegesen a David Bowie-nak a hatása. Itt tulajdonképpen egy nagyon-nagyon hasonló karakterről beszélünk, ugye ő az Omega nevű karakter, aki, hát ha belegondolunk, egy ilyen a földre zuhant valamiféle UFO, aki bekerül a Mechanical Animals nevű glam zenekarba, és rögtön ott találja magát a drogok és a nők között, miközben ez az egész világ idegen neki. Nyilván tökre érthető szimbólumok ezek, és nyilván itt arra van szó, hogy ugye van egy srác, aki eleve utálja az egész világot, de a világnak ő az egyik legnagyobb sztárja és ellensége egyszerre. De maga ez a karakter, ez azért nagyon-nagyon Ziggy Stardust. Igen, és egyébként én elég nagy bajban vagyok a Bowie-val, abból a szempontból, hogy nekem a korai Bowie semmit nem ment. Én annyira utólagos, hogy nem tudtam megszeretni ezt a Ziggy vonalat, meg ilyenek. Tehát igazából nekem a Bowie az egyébként ekkoriban kezdődik az Earthling-el, ami az ilyen ipari, meg drum and bass-es, rockos, metálos időszaka a Bowie-nak, amikor hát így a Reznorral. Igen, nem is nézel dolgozni. Igen, így van, tehát hogy ugye hatalmas, nem is tudom, benyomást helyez a Trent Reznornak a világa a Bowie-ra, és nekem onnantól indul az ő korszaka. Tehát én ez az, amivel azonosulni tudtam gyerekkoromban. Ugye Bowie-ra ez a legelcsépeltebb duma az az, hogy ő egy ilyen zenei kaméleon. Ezt azért szokták ugye ráaggatni, mert hogy ténylegesen, nem tudom, hogy az ő karrierje az átölel körülbelül 50 évet nagyjából, és folyamatosan megújult, folyamatosan stílust váltott, folyamatosan figyelt az aktuális trendekre, ténylegesen elő tudott jönni abszolút poplemezzel, elő tudott jönni nagyon-nagyon elvont dolgokkal, és ugye ő volt az, aki kitalált magának egy ilyen másodlagos karaktert, akinek a bőrébe bújt éveken keresztül, és tulajdonképpen az ténylegesen olyan volt, mintha most nem Bowie nyilatkozna mondjuk egy interjún, meg nem ő lépne fel, hanem az ő új kitalált karaktere. És ugye itt a Manson esetében is végül is ez történik, hogy ő konkrétan tényleg ezzel a tudod, ilyen piros haj, ugye női mellei lettek, de közben nemi szerve nincsen, egy ilyen egy nagyon furcsa alak lett belőle. Igen. És ténylegesen ő most olyan, mintha ő már nem a Marilyn Manson lenne ezen a ponton. Teljesen új karakter bőrébe bújik, és tényleg rájött, hogy az a mechanizmus, amivel gondolkodik a Bowie, ami nagyon szimpadias, és valójában olyan, mintha ő egy színpadon játszana a saját életével, ez nála is működni tud, és hogy az Antikrisztus le kell vedleni, és valami újat kell. És tudod, ez a bűnnek a lemeze. Annak a lemeze, hogy már eltávolodtam az egész világtól, hiszen Hollywood maga is olyan, mintha nem is ennek a világnak a része lenne, ahol most élek. Ugye a kokainnak a szimbólum az tele van ezzel a lemezzel, ugye Great Big White World, Coma White, Dope Show, I don't like the drugs. Igen, tehát mindenhol lehet erre asszociálni. Itt szerintem ő tényleg úgy érzi, hogy egy olyan világba került, ahova csak az űrbe lehet kilőni magam. A pokolba már jártam, a mennyországhoz nem tartozom, nézzük meg, mi van a csillagok között. Meg ugye rögtön az első kritika az volt ezzel a lemezzel kapcsolatban, hogy ez ilyen nagyon poppos lett, meg ilyen glam rock, meg már ilyen gospeles, funkis irányokba is elindul, akusztikus dal is megjelenik rajta. Hát mi következik ebből, hogy a Manson eladta magát? Igen. Tudod? Igen. És ő erre azt mondta, hogy én folyamatosan reflektálok arra, amiben éppen vagyok, és most itt vagyok, a csúcson vagyok, most nekem egy olyan lemezt kell készítenem, hogy én vagyok ténylegesen a popstar. És egyébként meg mindig is az akartam lenni, szóval kapjátok be. Persze, tehát valójában... A nem létező nemi szervemet.
Valójában mennyivel gázabb lett volna folytatni egy ugyanolyan sötét lemezzel, ami már lehet, hogy akkor éppen csak erőlködés, de így meg úgy még botránkoztassuk meg az ember. Ja, és egyébként ettől függően ez a lemez baromi botrányos. Tehát a sokkolási faktora az ugyanolyan magason van. Már alapból ezzel az androgyn kinézette meg azzal a fotóval a lemezborítón. Tehát... Meg mindig elgondolkozom azon annyira, annyira hihetetlennek, tűnik így valahogy visszagondolni arra, hogy az MTV az mekkora egy mocsok gyár egyébként, mert hogy ugye egyrészt ténylegesen az MTV volt az, akik a rock meg kemény zenéket eljutatták a fiatalokhoz, és tulajdonképpen teret engedtek a nem mainstream zenéknek, aztán pedig ők tettek mindent mainstreamé. De hogy máig teljesen felfoghatatlan számomra, hogy ilyen klippeket, meg olyan számokat, aminek az a szövege, hogy nem szeretem a drogot, de a drog szeret engem, ezt hogyan nyomhatták abban az időben, igen, amikor közben tüntetnek az emberek egy koncert előtt? Szóval, hogy ennyire nem volt a média szabályozva. Hát tudod, hát ilyenkor jöhetett az a narratív, hogy de valójában az MTV-nél hát értik, hogy ez művészet, tudod, hát... Na, és biztosan így van, és, tehát abban a korszakban ezeknek a klippeknek nem lett volna értelmük elkészülni, hogyha ezt egy MTV nem tűzi műsorára egy óriási nagy premierrel egybekötve. Persze, hogyne. Hát ezekben sosem volt az a kérdés, hogy fú, vajon majd az új klipünk lesz az MTV-n. Mm. Hát annyi volt maximum a kérdés, hogy mennyire lesznek kitakarva rajta dolgok. Igen. És hát ugye itt van ez a... két klip, amik szinte párban vannak, ez az, ahogy már említett, a Don't Like the Drugs, meg a Dob Show, ahol látjuk ennek az androgynnek a különböző megjelenéseit. Na, mint egy UFO-t, nem? Tehát ott is, mint egy UFO-t, akik befognak a mezőről, és sztárrá teszik. Tehát pont ezt mondtam, hogy nagyon hasonló a System Areas klipjéhez, a koncepció, meg ahogy fényképezve van, meg minden. Baromi olyan médiakritika, hogy nem tudom, hogy ott van ott zúznak a városháza előtt, ott az egész zenekar, ott mögötte ezek a rózsaszínbe öltözött ilyen meleg rendőrök smárolnak, tudod, és akkor az egésznek van egy ilyen nagyon botrányos, de nagyon queer, meg ilyen nagyon glammes jellege. Nagyon, nagyon érdekes, és hát ugye a korabeli kritika is az, hogy egyébként ehhez mondjuk így a metal szaksajtó hogyan állt hozzá, tehát ez a tipikus kifejezés volt, hogy mit a Hammerről meg hasonló elkezd, ugye a mezon megcsinálta a buzi lemezt. Szóval nyilván a hardcore fanoknak, illetve azok, akik ezt a sokkal sötétebb világot ismerték fel a menzonban, ezeknek ez nagyon idegen lehetett akkor, vagy rögtön, de aztán ez a lemez is ugye azért szépen lassan elismerté vált, mert ugye elég azt történt, hogy rohadt gyorsan elkapkodták a kiadványt, amint kijött, és akkor egyszer csak így megállt ez a faktor, hogy mindenki az, amit te meghallgatta, és így tudod, biztos terjedt a ír, hogy ne vedd meg, kurva szar, nem az, amit idáig ismertünk, szóval kellett egy kis idő, hogy ez a megfelelő reflexiókat kapja ez a lemez szerintem. Igen, valószínűleg ehhez kellettek a klippek is, meg a nyilatkozatok mellé szerintem, de hogy ugye a Dob Show volt az első kis lemez vagy klippes szám, amit kihoztak róla, és az egyébként önmagában sem volt egy túlzottan nagy siker. Uh-huh. Tehát igazából az így megjelent, és akkor úgy persze játszották, de hirtelen nem volt egy ilyen baromi nagy sláger, amit vártak volna tőle. Hát ezt egy picit erre kellett várni, hogy egy kicsit így megérjen ez az egész történet. Itt azért valószínűleg arról is van szó, hogy nyilvánvalóan ez is turnéra indultak, és azért erről nagyon sok videó van fönn, komplett koncertek erről a turnéről, ez a Last Tour on Earth turné, és hát ez tényleg egy olyan látványos rock színházat kaptál, ahol volt egy kis csipegetés, meg egy ilyen külön session a korábbi anyagokból is, de tényleg, tehát a táncos kurváktól kezdve, az ugye lángoló TV keresztig, tehát ugye tévékből tákoltak össze egy keresztet, ezek a nagyon látványos ilyen glam ruhák, fölhívta a rajongókat, azokkal mit tudott, erőszakoskodott a színpadon, az rajongók is ővele, tehát hogy ez tényleg egy olyan show volt, amit ugye az egész világ látni akar, már ugye az elvetemültebb fele, vagy aki erre kíváncsi volt, meg hát a Tiniknek a garmadája, tehát ez biztos, hogy hozzátett ahhoz, hogy ez a rock gépezet tovább is ugyanolyan jó ütemben szakatoljon, mint az Antichristnál.
Hogyne, hogyne. Egyébként ugye ezt a nem csak ilyen kalóz felvételek dokumentálják, hanem aztán egy élő lemez, meg videókazetta, meg DVD is követte. De maradjunk egy picit még szerintem azért a Mechanic Reanimalsnek a dalainál. Mert nem tudom te, hogy vagy vele, én nekem ezen azért ilyen kifejezetten nagy kedvenceim vannak. Talán még azt is valahol megkockáztatnám, hogy ennek a trilógiának nekem lehet, hogy ez a kedvencem. Bár néha ez egy kicsit hangulatfüggő, mert aztán mondjuk sötétebb időszakomban a Hollywoodot szoktam a legjobban szeretni. Én is sokszor nem tudok dönteni, hogy melyik szerintem a legjobb. Talán annyi kivetni való van néha a Mechanical-el, hogy nagyon, nagyon érezni a drogot rajta egy picit, tehát hogy túlzottan elszállós néha ez a lemez nekem egy kicsit. Tehát, hogy nagyon azt érzem, hogy egy csomó minden annyira, nem is az, hogy nem volt átgondolva, csak nem annyira tiszta fejű ez a lemez, mint a Hollywood utána. Ebben van egy kis ilyen bulizós vadság, és olyan pillanatok, vagy olyan megoldások, amik nekem nem mindig tetszenek, vagy egy kicsit túlnyújtottnak érzem, de hát ez ettől függetlenül is itt a zenekar aztán tényleg megtalálja a hangját. Tehát itt nagyon jó dalok vannak, nagyon egyedi hangzások, tehát tényleg amiket mondjuk a gitárokkal művelnek, hogy mit egy szintetizátorokon küldik át őket, és úgy van, sokszor ugye nem is tudod, hogy ezek gitárok, amik éppen szólnak. Tehát nagyon ötletes dolgok vannak ezek a lemezen felsorakozva. Igen, meg egyre több visszatekintés a rockzene múltjára, meg az élőzene múltjára, szóval amennyire az elején ugye a dobgépekkel, meg a széjjel torzított gitárokkal, meg szintikkel valamiféle ilyen industriális zaj orkánt szerettek volna létrehozni, itt azért jobban megmutatkozik ez az effektíve zeneiség. Tehát, hogy itt bejönnek olyan stílus elemek, mint például, amit már említettünk, a gospel. Például az egyik, like igen, az egyik legnagyobb sláger, meg ilyen Manson-hoz köthető dal, ami egyébként szerintem a klasszikus értelemben vett ilyen Manson daloktól azért jócskán elrugaszkodik, az pont a Don't Like the Drugs, but the Drugs Like Me című szám, amit én imádok, nem tudom, te hogy vagy veled. Én is nagyon meg. Eleve iszonyatosan szeretek mindent, amiben vannak ilyen gospeles vokálok, főleg, hogyha ezt tényleg kemény zenében jól be tudják hozni, és hát itt azért sikerült meg. Ráadásul azt tudod, hogy abban a számban Dave Navarro gitár szólózik? Nem, ezt nem is tudtam. De felvételen ő játszik, akiről, úristen, azért vannak ilyen Manson történetek, hogy a Dave Navarro nem tudom hány évig kísérelte azt, hogy a Manson valahogy elkaphassa. Szexuálisan, de hogy végül aztán valahogy a Twiggy-vel kötött ki egy hotelszobában. Szóval teljesen beteg az a csávó, de hát itt ő is a kemény korszakát élte. Egyébként pont az nagyon érdekes, hogy az említett Michael Beinhorn interjúban is, amit még a beszélgetésünk elején hoztam szóba, ott is egyébként amit elsőre kihangsúlyoz a riporter, az, hogy mennyire jól szólnak, meg mennyire egyedien szóltak ezek a gitárok a maguk idejében. És könyörgöm, ennek a lemeznek kell, mintha alig lenne gitárosa, mert mint érted, benne van ez a zimzum, de kirúgják, meg itt ez a Dave Navarro, szinte mindenki ötletel ezen a lemezen, de megint szerintem az van, hogy egy ilyen rendkívül káoszos periódus az, amikor készül, és megint egy tag kihullik közben, és valószínűleg itt van, hogy itt tényleg a Twiggynek és a Manzónak a zsenialitása lehet ez, hogy valójában ők irányítanak, és miattuk ismerjük föl mindig ezeket az ilyen nagyívű megoldásokat, amiket alkalmaznak a zenében. Igen. Van ugye itt a lemezen azért egy ilyen nagyon nagy slágerré kinőtt dal a Matrix filmnek köszönhetően. Így van. The Rock is Dead. Ez egyik ilyen főzászlós hajója ennek a korszaknak, meg lemeznek. Ezzel nekem ilyen személyes történetem. Azt hittem személyes problémáit. Nem. Hanem én így ismertem meg a Marilyn Mansont, meg alapvetően úgy kb. A rock zenét is. Tehát, hogy előtte hallgattam ugye hip-hopot, meg mit tudom, hogy talán a Kornnal már ott ismerkedtem, de tényleg az volt, hogy akkoriban voltak itt ilyen filmes műsorok, talán ilyen TV3, vagy ilyen cinema, ez volt a neve. És ott mindig nem bízták a véletlenre a címet. Így van, rendkívül sokat gondolkodhatott ezen egy kreatív csapat. És mindig az adás végén leadtak egy új soundtrack videóklipet, valamit. Na és ott így megláttam a Rock Is Dead klipjét,
amiben hát egyrészt bejátszások vannak a filmből, aminek már olyan látványvilága volt, hogy el se tudtam képzelni, hogy miről szól ez a film, csak azt tudtam, hogy én ezt látni akarom. Tehát tudod, abban a pár pillanatban olyan effekteket csillantottak föl, meg olyan jeleneteket, amiket így el se tudtam képzelni, hogy ilyenek léteznek. És akkor mellé azon gondolkoztam, hogy milyen bátor ez a csaj, hogy tangában van, és milyen csúnya, de hogy valójában milyen jó hangja van. Igen, egy csúnya nő a tévében. Igen, hát nem tudom, lehettem ötödikes, vagy hatodikos, nem tudom. De aztán rájöttem később, hogy férfi, de egy valamire emlékszem, hogy apumat elrángattam még azon a héten a Lurdi házon, mert akkor volt a premierje a Matrixnak. Megnéztem, az a durva, hogy értettem. És ez a film, ez megváltoztatta az életemet és a gondolkodásmódomat. És utána kb. Nem is tudom, rá nem sokra, de hogy megvettem életem első rock, ami konkrétan rock album, teljesen 100%, ez a Last Tour on Earth volt. Uh-huh. Ennek a gyakorlatilag érának az ugye ilyen CD-n megörökített élőzenei dokumentáció. Igen, így van, ami én mai napig úgy gondolom, hogy a világ egyik legjobb élőzenei uh-huh. albuma, tehát olyan keverés van, olyan fantasztikusan szól együtt ez a zenekar. Iszonyatos ilyen grandiózus stadion hangzása van az egésznek. Nagyon. És ez a dal is marha jó, ez a Rock is Dead, ugye addig csak ezt ismertem a Manzontól, és ezt is játsszák rajta, de tényleg, tehát többi dal is. Tehát és az, hogy sokkal jobban szólalnak ezek élőben. Nekem nagyon az volt az érzésem, hogy te úristen, hogy a Lunchbox az mennyire szarul szól albumon, de hogy itt meg aztán egy olyan fantasztikus rock sláger leszett az élő hangzástól. Meg hát nem tudom, ezt most említsük meg, hogy ugye hát itt rögtön utána, vagy amikor fejezik be a munkálatokat, ugye bevesznek még valakit, ez pedig a John Five gitározó. Ó, már itt bekerül így a... Igen, így van, tehát vagy azon, hogy a munkálatok végén vannak, de ugye a dobsónak a klipjében már ő van. Aha. Tehát itt kerül be, szerintem nem nagyon gitározik már a lemezem. Akiről, hát nem tudom, én John Five mániás vagyok. Ez kőkemény, tehát hogy ő így a gitáros zsenik közül is egy ilyen nagyon-nagyon kiemelkedő, tudású, gyorsaságú és elgondolású karakter. Akiről tényleg azt mondják, és egyébként ebben van a zsenie, hogy nem egy síkú gitáros, és nem is csak azt értem ez alatt, hogy sok műfajhoz ért, hanem ő mindenhol azt csinálja, amit kell. Tehát, hogyha érted, most a Rob Zombie-ban játszik már, vagy 10 éve, vagy nem tudom, ott mennek ezek a párakordos zúzások. Meg egy Manzon mögé is be tud úgy csatlakozni, hogy nem ugrik ki a játéka, de ugyanakkor meg ha valami tekerésről van szó, akkor érted, jobb, mint a Satriani vagy a Malmsteen, tehát olyan technikája van. Brutális a csávó, érdemes róla ilyen kis oktató videóit, meg szóló gitározós videóit akár megnézni YouTube-on, mert tényleg egy nagyon-nagyon súlyos karakter. Nem tudom, hogy neked van-e olyan dal egyébként, amit még erről a lemezről kiemelnél, nekem az egyik olyan, ami mindig így megmaradt bennem, és csak... Mert akkor valahogy újnak hatott ebbe az egész Manzon életműbe, és most viszont már nagyon-nagyon értem és érzem, hogy ez minek a hatása, az egyébként The Speed of Pain, ez neked megvan? Persze. Ez ugye egy ilyen akusztikus gitárra épülő szám, remek dal szerintem, de hogy ebben annyira nagyon-nagyon tetten érhető ez a David Bowie hagyomány. Tehát itt ez az egész akusztikus gitárnak a hangzása, az akkordmenet, a pengetési stílus, ez annyira Bowie-s, annyira visszaköszön azokból a klasszikus Bowie számokból, amiket ismertünk, és a hangszerelése is, ahogy megszólalnak benne ezek a gospel-szerű vokálok, de közben meg ilyen vokóderrel, vagy valami ilyen ének manipulációval szólal meg a fő sor. Szerintem az egy csodálatos szám. Nekem az egyik kedvencem az egész lemezről. Nekem is egy nagyon szép akkordmenet is ki van gondolva benne. Nagyon, tényleg ahogy mondod, hogy ezek az ilyen gospel elemek, vagy az ilyen kórus elemek, azok úgy jelennek meg, hogy az egyetlen legyen gáz, vagy idegen a Marilyn Manson hangzásától. És tényleg a David Bowie is ebben a Ziggy Stardust korszakban, azért valamennyire nyilván én is ismerem, meg hallottam, csak hogy nem vagyok odaérte, azokra ugyanezek a jellemzők, ez az ilyen távolságtartó, ilyen visszhangos,
ilyen egészen ilyen skizofrén hangzásokra tekert dalok, meg zenei megoldások, és tényleg ezek a dalok, amikor ilyen szintisebb, meg akusztikusabb jellegű momentumok vannak a Mechanicalen, akkor érzed ezt a Bowie flash-t. Igen. Hát ilyen például, ami egyébként szintúgy klipes nóta, ugye a Coma White, ami azért tényleg valahol, ez is szerintem idegen az addigi Manzoniát, mint hogy egy valódi lassú szám, aminek klipet csinálunk, ráadásul nem is akármilyet. Hát itt újra van játszva a Kennedy gyilkosság. Ugye, aki esetleg annyira nem tudna, ugye 63-ban Kennedyt az utcán gyilkolják meg, az autójában, a Cadillacben, ahogy ugye Dallasban felvonul az utcán. És hát ez a jelenet itt ugye a barátnője, ugye már akkor is volt pár ilyen sztár csaja, akiket is sikerült magáévá tenni, de hát ekkor ugye összejön a Rose McGowan-nel, aki hát egyrészt ugye a Tarantinónak egy múzsája, ugye a géppuska lábú hölgy a későbbiekben a Terror bolygóban, vagy ugye az ártatlan szőkelány, és ottán Twiggynek is hívják, ha jól emlékszem, de nem, lehet, hogy hülyeséget mondok, a Halálbiztosban, ugye ő az első áldozat a Kurt Russellnek. És hát itt ez a csaj, ez itt fut be a sikollyal, ami ugye előtte 2 évvel debütál a mozikban, és hát természetesen ők összejönnek, és ez egy ilyen nagy ilyen... Viharos szerelem. Viharos hollywoodi romantika. Illetve ugye ez a csaj robbantja ki a Me Too-t egyébként a Weinstein ellen, talán ő az első, azt hiszem, aki felszólal. Mm. Tehát az elsők között van. Na mindegy, és hát ebben ugye ő játssza a First Lady-t. Mm. És újra játsszák a gyilkosságot, ami szintén egy ilyen nagyon bizarr karnevál, és egy picit elővetíti azt, amit talán a Manson már itt érez, hogy bizony itt ő már a mártírnak a képében tetszeleg. És előkerül ez a JFK téma, ami majd a későbbiekben végig fog vonulni a lemezén, tehát nagyon gyakran visszatérő téma, és mintha megérezne ebből valamit. Tehát ugye itt a végén keresztre feszítik a halott elnököt, aki ugye ő, és hát ott valahol a társadalomnak minden szegmense úgy megjelenik alatta, mint egy ilyen szent kép, tehát olyan, mintha valami oltárkép előtt állna, ugye olyan ez az utolsó pár kép kocka, amit látsz a videóklipben. Az egész amerikai társadalom, mint a képviseltetné magát ilyen bohócokkal, prostikkal, mindenféle ilyesmi figurával, és ugye itt a First Lady, mint szinte Máriává válik, az elnök meg szinte Krisztussá. Kurva jó videó. Viszont szerintem itt ezen a ponton bele is csaphatunk a Manson karrierjének egyik legfontosabb részébe, hiszen tényleg szóval nem véletlenül soroltuk össze ezt a 3 lemezt, mert itt aztán minden lezajlik. A csúcsra jutás és tulajdonképpen a bukás is valamilyen szinten nyilván azért fennmaradt, és még voltak nagyon-nagyon magas hívei is, de azért itt jön egy nagyon-nagyon fontos pont az ő életében, illetve hát amerikai életében. Igen. Ez ugye nem más, mint a kolumbáni mészárlás, tulajdonképpen ugye egy középiskolai gyilkosság, aminek azt hiszem, hogy te egyébként viszonylag nagy tudója vagy, mert sokkal jobban el szoktál merülni az ilyen. Mostanában küldtél nekem egy klipet, ami kifejezetten erről szól. Igen, hát ugye, hogy ez mennyire az ilyen közös emlékezetnek a része ez a gyilkosság, még a mai napig az más sem mutatja, mint hogy ugye nem csak egy film, hanem nagyon sok készült róla. A Kólapuska sült krumpli című Michael Moore filmnek is elsősorban ez az apropója, és hát például ebben az évben én ilyen személyes kedvencemként kiraktam ugye a Facebook oldalunkra, vagy a Miki kirakta, csak hogy én említettem, hogy a Skin nevű formáció is forgatott egy Columbine videóklipet, illetve a dal is ugye erről a lövöldözésről szól. Súlyos. Egészen bizarrul. Igen, itt ténylegesen 2 rendkívül sérült pszichopata tinédzser srác. Egyik reggel besétáltak az iskolába, ha jól tudom, 13 vagy 14 személy gyilkoltak meg, és 21 fő volt a sérülteknek a száma. Amit a média utólag úgy próbál beállítani, hogy ők Marilyn Manson rajongók voltak, ami nem igaz. Igen. Egyébként. Tehát ez benne a legbizarabb, de itt megint egy hat... Tudod, én nagyon sokszor gondolkoztam arról,
hogy a Charles Manson az miért egy ilyen szimbóluma a gonosznak, vagy ennek a tömeggyilkosságnak. És tehát nem csak azért már, hogy meghalt néhány híressége, ugye itt a Sharon Tate-re gondolok, hanem arról is van szó, hogy ugye ott a 60-as évek végén ott vagyunk a neokonoknak az ébredésénél, az ellenkultúrával szinkronban. Lehetett hatástalanítani vele a hippi kultúrát, lehetett azt mondani, hogy látod, ezek veszélyesek. Csak ott nyilván igazságtartalma is volt, hogy egy olyan hippi szektáról beszélünk, akik túl messzire mentek. Na de itt megint az van, hogy valójában a konzervatív sajtó végre talált egy fogódzót, hogy ezt a seggfejet elkapjuk, tudod? Uh-huh. És azonnal rá lehetett fogni. Mióta várták már ezt. Igen. És tényleg megtalálták rá a megfelelő megoldást, hogy a Manson hiába írt értelmes cikkeket ezzel kapcsolatban, a Rolling Stone, vagy mit tudom, ráadásul ténylegesen fontos sajtóorgánumokban, nem tudta ezt megállítani, hogy ez elterjedjen róla. Igen, itt tulajdonképpen tényleg így ráhúzták, hogy ezek ilyen rocker fiatalok, akik otthon Mansont hallgatnak, és az ő utasításukra, meg felbújtásukra kattannak be, és kezdenek gyilkolni. Aztán azért, amikor ennek jobban utána mentek, itt szó nem volt kb. Manzonról, a két srác meg egyébként így kb. Ilyen nácinak vallotta magát, és ilyen, jó, nyilván ilyen kamaszos hülye gyerek módon, de hogy Hitlert imádta. Szóval még csak nem is a sátán, vagy annak is csak egy ilyen földi megnyilvánulását. Szóval... Igen. De lám, sikeres volt az ellenkampány, mert azonnal... Hát olyannyira, hogy konkrétan az, amit mondjuk az Antichrist Superstarral elért a Manson, hogy ő az ellenség, ő a bűnbak, ő az, akinek tüntetünk a koncertjei ellen, hát az semmi volt ehhez képest. Itt konkrétan életveszélyes fenyegetések folyamatosan telefonáltak neki, leveleket küldtek, folyamatos őrzésben kellett kb. Elbarikádoznia magát, lemondani a turnét, el kellett tűnni a nyilvánosság elől. Igen, ez a turné ugye félbeszakadt, ez a Last Day on Earth turné, vagy Last Tour on Earth turné, és azt hiszem, akkor átmentek Európa, tehát Amerikában szakadt meg, igen, és akkor folytatták Európában, meg mindenhol máshol a világon. Ez tényleg akkor úgy tűnt, hogy valószínűleg ez hazavágja az egész karrierjét. Igen. Valahol ez ténylegesen meg is történt, mert utána annyira sokkolóan már egyáltalán nem tudott hatni. Nyilván mindjárt belemegyünk ebbe, hogy ez a következő lemez, ez mennyire kapcsolódik, igen, ehhez a korszakhoz. Azért az nagyon fontos még szerintem ezzel kapcsolatban megemlítenünk, csak az egész Manzoni szimbolikára felépítve, hogy azért azon a napon, amikor ezek a kolumbáni gyilkosságok lezajlottak, akkor valami még lezajlott a világban, Amerikához kötődik, és a kutyát nem érdekelt. Ez a Clintonnak a koszovói lövöldözés? Pontosan. Tehát az, hogy egyébként akkor éppen az amerikai hadsereg Koszovóban egy olyan sújtást mért a városra, hogy ott ártatlan gyerekek haltak meg az utcán, és ott, ha jól emlékszem, valami egészen sok számban, talán 200-an, tehát ilyen, ott azért sokkal nagyobb számban, mint abban a középiskolában Amerikában. Ez benne sem volt nyilván az amerikai híradóban és fejekben ezeken a napokon. Vagy ha benne is volt, annyira elnyomta ez a szörnyűség, ugye, ami most éppen tényleg minket sújt. Amikor a csillagok tudott kedvezően álltak össze tényleg a kormánynak, hogy na, akkor most gyorsan, igen, emeljük ki ezt a kolumbányt, ami egyiket tényleg a maga nevében szörnyű. Persze, tényleg borzasztó, csak ugye itt jön a Mansonnak a narratívája, hogy most engem tényleg egy ilyen bűbaknak kiáltotok ki, kb. A karrieremet tönkreteszitek, de ez még egy dolog, mert én mindig is vállaltam az Antikrisztusnak, meg a gonosznak a szerepét, de hogy ezért fel akarta nyitni a szemeket, hogy ezért csak abba egy picit nézzünk már bele, hogy ez is szörnyűség, ez is tragédia, de hogy 10-szer ennyi ember életét veszti egyébként a mi amerikai katonáink fegyverei által, mi elnökünknek az utasítására. Ezzel nem foglalkoztok, mert azt se tudjátok, hogy hol van Koszovó. Igen. Mindegy, de ténylegesen ez egy kemény időszak. Pont most valamelyik nap elém került az a South Park epizód. Mm-hmm. Nem tudom, hogy ez neked megvan, ez néhány évvel ezelőtti évadból való, amikor az van, hogy benn vannak a srácok a suliban, épp valami dolgozattal bajlódnak, és közben meg elkezdenek lövöldözni az iskolában, de ők meg csak úgy kisétálnak, hazamennek, tudod, és így a dolgozatról beszélgetnek, aztán másnap visszamennek, megint valakik lövöldöznek a suliban, és hogy így tulajdonképpen így
az egész környezet, a gyerekek, a szülők egy szülőn kívül így már így úgy kezelik az egészet, hogy jó, hát volt egy ilyen lövöldözés a suliba, hát most így, és hát felejtsük el, menjünk haza, és fájtlat rá, tudod, és hogy ez nyilván annak egyfajta kifigurázása, vagy görbetükre, hogy ha már ez nagyon sokszor történik, és már kezd egy ilyen általános dologgá válni, akkor tényleg már észre sem vesszük szinte ezeket a tragédiákat, miközben még mindig az van, hogy ezeknek mindenféle kiváltó oka, az azért nem Marilyn Manson, érted, hát hanem a fegyvertartási törvények, a képzetlenség, a tudatnak egy ilyenfajta butítása. Igen, és egyébként meg tudod, tegyük hozzá, hogy bassza meg, még itt a Bush előtt vagyunk meg, még a 9-11 előtt, és már itt is itt tartottunk, érted, hogy gyerekek fegyverre tudnak menni az iskolába. És a Clinton úgy volt mindig így felénk, emlékszel? Úgy volt kommunikálva, igen, hogy ez egy ilyen, milyen egy ilyen szimpatikus jó ember, és a legnagyobb balhé az az, hogy leszopatta a titkárnőjét, kb. Érted? Igen, tehát ő tényleg ő még a liberális vonal. Igen. És akkor mi történik ezután? Tudod, tehát hogy a 2000-es években meg ez a totál Amerika paranoid fegyvermániás szörnyszülötté válik. Na mindegy, de hogy itt tényleg ott tartunk, amikor visszanyal egy picit a fagyi. Szóval azért a Manzonnak a megnyilvánulásaira is jellemző egy picit az, amit a Fred Durstnél fölhoztunk, hogy picit opportun és kurvára szereti maga alatt kirúgni a létrafokokat. Tehát például az autobiográfiai ez egy kiváló példa erre, hogy ott aztán tényleg mindenkibe beletörli a szaros cipőjét. És na itt azért mindenki, aki csak tud, az összes ellensége, vagy aki az ellenségével vált, elkezd rajta rúgni egy nagyot. Tehát tudod, még ilyenek is előkerülnek, mint a Daisy Berkowitz, ugye a Scott Putanski, azt hiszem valami ilyesmi az igazi neve, aki hát még az is olyanokat nyilatkozik, hogy micsoda egy féreg szar, valójában ez az ő hibája, és hogy neki ki kellett volna állni az, hogy hát ő az Antikrisztus, ezt izé, és ehelyett meg védekezik. Na most alapból én egy kurva jó gitárosnak tartom, viszont ez egy nagyon kellemetlen figura, aki egyébként élete végéig kb. Próbálta abból élni, hogy ő valaha Marilyn Mansonnak a gitáros, és vannak róla YouTube-on, tudod, ilyen videók, hogy így egyedül lépett fő, és gitározza a lunchboxot, meg ilyenek, nagyon-nagyon kellemetlen, és a saját misztériumát dönti romokba, de hogy ezeket nem tartom igaznak. Tehát én úgy gondolom, hogy a Manson a lehető legjobb választás csinált, amit egy előadó ilyenkor hozhat, intelligensen reagál. Egy intelligens lemezzel, ami csak akkor botrányos, ha te érted. Uh-huh. Szóval annyira szimbólumokban van, hogy valójában ehhez már kell egyfajta intelligencia és egyfajta rálátás és időszentelés, hogy te megértsd, hogy miről van szó. Na hát ez, amit te most már emlegetsz, ez a Hollywood, igen, című konceptlemez. Igen. Nevezzük így. Ez 2000-ben jelenik meg. Egyrészt tényleg ott tartunk, hogy a Manson karrierje az vagy konkrétan ketté hasadt és vége, vagy ki tud ebből valahogy mászni, de az biztos, hogy ha megnézzük az ilyen interjúit, a dalait, egyáltalán az innentől következő korszakát, az nagyon-nagyon látszik, hogy azért ez az egész esemény, illetve az a fokú gyűlölet, ami ekkorra ellene irányult, az még őt is megviselte. Uh-huh. Tehát én azt látom, hogy ténylegesen ő addig-addig húzta, addig-addig feszítette, tudod, az emberek tűrés határát, amíg tényleg ráömlött a szar, viszont én úgy látom, hogy azért az alatt egy picit ő megrogyott. Az egészen biztos, tehát, és valahol be is szart egy picit, ha ezt nem veri bevallani senkinek sem, de mégis végül is dönthetett volna úgy is, hogy teljesen visszavonul, igazából szabadkozhatott volna sokkal komolyabban, mint ahogy tette, és valahol ő helyette a művészetet választotta. És milyen jól tette, de egyébként ugye, hogy az előbb említetted, hogy szóval persze még azok is elkezdték őt elítélni, de hála Istennek egyébként voltak, akik meg kiálltak mellette, és az egyik ilyen karakter, aki tulajdonképpen egy mondjuk egy évnyi eltűnés után őt így visszahúzta az MTV-re, az tudod ki volt? Az az Eminemnek a Way I Am című klipje, ami a szövegében is tartalmaz olyan dolgokat, hogy mit tudom én, bármi szarság történhet, úgyis majd rákenjük a Manzonra, és ugye a klipjében is szerepel így a háttérben vonaglik, szóval, hogy például ez egy ilyen, szerintem egy tök szép gesztus volt az ő részéről,
És az nagyon, nagyon érdekes, hogy a Manzonnak a művészete az milyen hatással volt másokra, de hogy mostanában van egy ilyen új divatja annak, hogy, hogy őt így felfedezik maguknak ilyen, ilyen ezek a kicsit ilyen megbotránkoztatóbb trap előadók. Persze. Tök fura. Figyelj, még a Billie Eilish-ban is van egy adag Manson. De tényleg, tehát ő hatalmas nagy lábnyomot hagyott azért a könnyű zenei kultúrában. És ennek ez egyik nagyon fontos része, azt szerintem maga ez a Hollywood lemez. Tehát az van, hogy jó, persze vannak dalok rajta, és egyébként azok a híresebb dalok, amik valamelyest egyébként viszik tovább ezt a már megszokott Manzonos vonalat, de szerintem még az Antichristnál is sötétebb, vontatottabb, lassabb, hosszabb ez az egész mese tulajdonképpen, amivel ő itt előáll, és itt visszakerülünk ugye ebből az előző ilyen kicsit már-már ilyen ufós, meg ilyen elvont, szürreális világból visszakerülünk megint egy kicsit a vallásossághoz. Tehát már önmagában a Hollywood, mint szent erdő, vagy szent fa, és valamiféle jelkép, akár mint a kereszt, a lemezborítón ténylegesen, amennyire mondjuk tulajdonképpen az a lemezborító lehetett volna az Antichrist Superstar borítója, nem? Igen, mert sőt, azt hiszem, hogy én egyébként régen azt hittem, mikor még csak így felületesen láttam ezeket a képeket, hogy az biztos, hogy az a lemez, mert hogy hát ott van rajta egy ilyen krisztusi festmény, de azért eléggé Manzonos arccal. Igen. Na és ez is mennyire érdekes, hogy a trilógia honnan hova tart az életrajznak a tükrében. Ugye az Antichrist Superstar-nak a valódi borítója, mert ugye ezt le kellett takarni, mert annyira botrányos volt, hogy nem lehetett az igazi CD borítót kitenni az üzleteknek a polcaira, azon ugye Manson van egy angyalként, tehát egy sátáni angyalként, az Antikrisz ugye szárnyai vannak, és csak egy ilyen ágyék kötője van, és így áll, mint egy szent. Na és ezen már ugyanez a karakter ugye megfeszítve. És egy fél hullaként ugye hiányzik az alsó állkapcsa, tehát magyarán az Antikrisztust is megfeszítettük. Elértünk ide. Igen. Ez rendkívül bizarr szerintem, az, hogy ő saját magát itt már tényleg egy ilyen magánmitológia keretében igazából mártírá teszi. Pontosan. Megöltük az Antikrisztust is. Az Antikrisztus jött, egy tükröt mutatott elénk, és mi nem ismertük föl benne magunkat valójában. És tudod, ez a legszörnyűbb, hogy mintha azt mondaná ez a trilógia, hogy nem csak a jót nem voltunk hajlandóak befogadni, hanem még valójában még a rosszat se. Vagy úgy nem voltunk hajlandóak elismerni azt, hogy a rossz mi vagyunk. Kurva jó. Kurva jó. Egyébként említettük ezt, hogy mennyire tényleg nehéz lehet ezt egy úgymond mai fiatalnak, most az ilyen nagyon boomer szövegnek hangzik, de úgy értem, hogyha valaki mondjuk most kezdene el megismerkedni az ő munkásságával, hogy nagyon-nagyon kíváncsi lennék, hogy az milyen hatást vált ki most valakiből, de ez az új lemez nyilvánvalóan megint új arculattal, meg új színpadképpel járt, meg valamelyest új hangzással is, és új szimbólumok is jelentek meg akár a lemezborítóban. Amit már említettünk egyébként, ugye a JFK gyilkosság az itt folyamatosan visszaköszön. Tehát egyfajta, tényleg egy ilyen az egész lemezt átítató szimbólum rendszerről beszélhetünk. Na, te mit mondanál erről a lemezről? Szóval tényleg ez... Nem tudom, hogy te hogy vagy vele, de nekem ezzel voltak az első olyan kapcsolódási pontjaim, mint mondjuk egy Nobody's klipje, Love Song, meg ezek a dalok, hogy valahogy ez volt nekem az eszenciája, meg az év tényleg, amikor én ezt az egészet a csúcson láttam. Én is, mert ugye ez volt már az, amit várhattam, mert ugye megvolt a Last Tour Runner-t, ahogy mondtam, és tudtam, hogy új lemez jön. Emlékszem, hogy megvettem kazettán, és ennyire igényes albumborítók azért nagyon kevés előadónak voltak akkor is. És tudod, tehát az egésznek a szimbolikája az, hogy kinyitottad ebben... Ilyen tarotkártyákon jelennek meg tulajdonképpen a zenészek. Igen. És egyébként ez a Columbine meg az, hogy Manson a bűnbak, az annyira vicces, hogy pont nemrég láttam egy X-akták részt, ami ekkor készült, és arról van szó, hogy történik egy ilyen sátánista gyilkosság benne, és... A faszi, akit alapvetően az FBI megvádolt, ott kinyitják a fiókját, és így az egyik ilyen öregebb tiszt mondja, hogy sátánista volt, nézzék meg, és így kiveszi a Hollywoodnak a borítóját, és nézik a tarot kártyát, képeket, meg mit tudod. Nagyon vicces. De tehát tényleg itt ugye a zenekarnak a tagjait a tarot kártyának
a különböző szimbólumaival ugye azonosítják, és úgy vannak befotózva, meg mit a szétfotoshoppolva, meg szétanimálva. Na most én ennek nem vagyok nagy tudója, és igazából annyira nem is akarok, de nyilvánvalóan ezzel honlapok foglalkoznak, ezzel cikkek foglalkoznak. Nem akit... szeretnél a sötét tudományokban elmerülni jobban? Szerintem vannak ennél sötétebb tudományok is. Na mindegy, de a lényegében tudom, hogy ez senki sem szeretnék leszólni, meg tudom, hogy ennek egyébként nagy jelentősége van a menzónál, és ezek mögött itt tényleg van valami plusz jelentés. Szóval nem csak az, amikor valaki üresen használja ezeket, és csak a botránykeltés eszközök. De ugye egy nagyon igényes borító, hogy visszatérve a kérdésedre, és hogy tényleg egy olyan album, ami szarásig van akusztikus dalokkal, meg lassú dalokkal, és hogy egy pillanatig nem érzed azt, hogy ez tud populáris lenne, megnyugtató lenne, ne lenne metal. Nem, mert tényleg borzasztóan dark, tehát nagyon-nagyon mély, sötét hangulat itatja át az egész lemezt, illetve ha valami nagyon szép, nagyon lágy dolgot hallasz rajta, mondjuk egy szép zongorás vagy akusztikus dal, akkor is tudja, hogy valami ocsmány hangminta a háttérben egyébként sikoltozik, meg szóval, hogy tudod, borzasztó sok merészségről tanúskodik az egész lemez, hogy ténylegesen tulajdonképpen ilyen pop dalok is lehetnének ezek. Igen. De csak azért is ezt, tehát folyamatosan ezt a kettősséget, meg ezt az ellentétet kijátsszák ezen a lemezen. Iszonyatosan jó szerintem az egész album. Nagyon, nagyon. Tehát gondoljunk csak arra, ami tényleg szinte pop dal lehetne, az ugye az In the Shadow of the Valley of Death című dal, ami ugye az alcíme magának az albumnak is. És hát ez egy olyan alkotás, ami, hát tényleg, hogyha a szöveget nem figyelnék, illetve az, hogy végig sír egy csecsemő a háttérben, ilyen lúpolásszerűen, igen. Akkor ez egy popdal lehetne. Meg annyi egyébként popkulturális utalás korábbi menzon lemezeken nincs, mint ezen. Tehát ezen konkrétan egyébként mondjuk, ahogy az előző lemezen a David Bowie-hoz nyúl vissza, ezen az albumon pedig egyértelműen a Beatles és John Lennon hatása érvényesül, de olyan szinten, hogy és talán valahol egyébként ez is az egyik fogóckodó, ezt egyszer már beszéltük talán a Green Day kapcsán, hogy az embereknek, akik rockzenét csinálnak, vagy rockzenét hallgatnak, az egy ilyen nagyon-nagyon felismerhető fogóckodó tud lenni, hogyha valamiben ezt a Beatles-i hagyományt fel tudod fedezni. Mert annyira hozzájuk társítjuk ezt a klasszikus értelemben vett rockzenei dalszerkezetet, igen, dalszerzést, akkordmenetet, és hát ez a lemez, ez szarásig van ilyenekkel. Itt komplett sorok vannak, tehát most gondoltunk olyanokra, hogy a Beatles Revolution című dalának egyébként a riffelése is, de hát eleve a szövege tulajdonképpen át van alakítva, és ugye ez megjelenik. Igen. Szóval rengeteg ilyen kis fricska és utalás van, és hát ugye megint van egy új karakterünk. Először is ott van az, hogy amit említettünk, hogy a Kennedy gyilkosság, az tehát több dalban is visszaköszön, már eleve érte Target Audience, President Dead. God Eat God, ahogy indul ugye a lemez alapból. Igen, de egyébként a Lamb of God-ban is ez a téma jön vissza. Másrésztről ugye az van, hogy ennek a lemeznek is van egy főhőse, és az itt, tudunk, őt itt Edemnek hívják. Igen. Tehát itt azért is történt az, hogy ezen a ponton a Manson újra gondolta valószínűleg ezt az egész trilógiát, és azt mondta, hogy valójában ez mindennek a kezdete, mert ő maga is itt visszatért a kezdetekhez, itt tényleg visszatért a Biblia kezdetéhez, és itt ez a Hollywood, hiába egy ilyen modern hely, és a Death Valley, ami egyébként ugye egy létező hely, de hogy igen, itt nyilván a halál völgye ténylegesen úgy jelenik meg. Ettől függetlenül itt egy ilyen modernkori Ádámot kapunk, aki találkozik a bűnbeeséssel. Csak itt már a bűn az, hogy már ott tartunk tényleg, hogy fegyvereink vannak. Igen, The Fall of Adam ugye van is egy ilyen dal, vagyis hát majdnem, hogy a vége felé, tehát hogy ez lesz szinte a vége a történetnek. Azt egyébként érdemes megemlíteni, hogy akart egy regényt írni. Meg is írta. Ez meg van írva, csak nincs kiadva tulajdonképpen valamilyen oknál fogva ezt egy ilyen nagy rejtély övezi, mert tulajdonképpen ugye most tartunk ott, hogy egy 20 éves lemezről beszélünk. Igen. A Hollywood esetében, és elvégekben
van készen ugyanebből a korszakból egy Hollywood című könyv, megvan a borítója is, ezen van az, hogy egy kereszt van összerakva, ugye két pisztolyból, meg egy puskából. Jó, persze, tényleg, igen. És egyetlen egy fejezet van, azt hiszem, hogy a 10-es fejezet, ami megjelent egy weboldalon, de hogy ez a könyv állítólag kész van, és akkor valamilyen oknál fogva nem adták ki, és valamilyen oknál fogva mai napig nem adták ki, de úgy tudom, hogy még egy 2 évvel ezelőtt is felmerült, a Manson mondta egy interjúban, hogy hamarosan meg fog jelenni ez a könyv. Szóval kíváncsi lennék, hogy ez egy ilyen, tudod, ez egy ilyen rögtön elhúzódó történet lesz, vagy valójában kész sincs, és egyébként csak szivatja a népet, nem tudom. Az a baj, hogy azt nem tudom, hogy ütne ez ma. Nem, szerintem ezért nem adja ki. Uh-huh. Nekem van egy ilyen érzésem, hogy ezért nem adja ki, és nekem egy picit néha, mintha az a gondolatom lenne, hogy ő valójában így ugye Hollywood felé kacsingat, mert úgy értem, hogy a filmipar felé. Hát egy ilyen folyamatos ilyen cameo mellékszereplő. Igen, és hát ugye itt lenne a nagy kapcsolat a David Bowie-val, hogy ő azért egy komolyan vehető színész volt, tehát David Bowie, mint Pilátus a Krisztus utolsó megkísértése, vagy a Basquiatban ugye Andy Warholt alakítja, és még lehetne sorolni nekem ezek a kedvenc filmjeim tőle, de hogy valójában ez lenne az út. Tehát én el tudnám róla képzelni, hogy egy komolyan vehető színész, és milyen jó lenne ezt egy forgatókönyvben megcsinálni, vagy egy filmen, sorozatban, ez kurva nagyot ütne viszont. Úgy tényleg néznék az emberek. Igen. És lehet, hogy ez lenne a megoldás erre, de valahogy mégis azt érzi, hogy nem érdemes ezt kiadni. De mindesetre viszont ezzel tényleg az a probléma, hogy így viszont a lemeznek a narratívája az töredékes, és valójában a fele abból, amit az emberek megpróbálják összerakni, igazából csak egyfajta spekuláció. Maga ez, amit említettem, ez a 10-es fejezet, ez egyébként pont azért jelent meg, mert ebben egészen sok dologra fény derül így a lemez dalait illetően, de az tény, hogy ezt valahol ő egy ilyen csomagnak szánta, és furcsa az, hogy akkor valószínűleg óriási nagy kassza siker lett volna kiadni ezt a könyvet, szóval hogy miért álltak el a kiadók ettől, lehet, hogy annyira brutális volt, vagy ez már annyira... Szerintem nem. Tehát amiket olvastam róla információkat, tudod, az nem az a ilyen horrorregény, mint mondjuk, amivel először próbálkozott még 10 éves korában. Nem, ez ilyen félig ilyen önéletrajzi ikletésű, de már nem a önéletrajzának a folytatása, hanem egy fikciós regény. Meg nem tudod, a regény az egy kiváló magyarázó elv akkor, hogyha ki akarod fejteni, hogy te ártatlan vagy, hogyha meg akarod mutatni, hogy amúgy te mennyire intelligens vagy, és mennyire nem az vagy, akinek a média beállította őt ebben az időszakban. Tehát minden szempontból érvényes lett volna ezt a szöveget megjelentetni, és mégsem. Nagyon, nagyon érdekes, de az biztos, hogy azért egy olyan átívelő koncepciója a lemeznek van, amit mindenféleképpen egyértelmű szerintem. Ugye egy háttérben puskaropogást hallasz, és ugye elindít egy 6 lövetűt, ezzel indul az egész. Utána pedig a Count to Six and Die című dallal zárul a lemez, ami egyleg a faterjának a stukkere egyébként, amit forgat benne. És tényleg annak a szimbóluma, hogy azzal zárul gyakorlatilag a lemez, hogy orosz rulettet játszik, ugye hallott, hogy kattintgat, és 5-öt kattint, és vége. És mi a megoldás, hogy valószínűleg agyon lőtte magát. Tehát egyfajta öngyilkosságot követel. Igen, egyébként. Ezt én megértem, hogy ezt ő visszafelé akarja értelmezni ezt a trilógiát, mert ezzel gyakorlatilag a saját halálát írta meg egyébként. Aha. Tudta, hogy innen nincs tovább, de nem tudja ma azt a szerepet játszani, amit idáig. És vált is egy óriásit szerintem a következő érájában, mert én úgy érzem, hogy itt lezárul ez a klasszikus Marilyn Manson éra. Nem? Persze. Mert figyelj, a klipek sem mennek már akkor át, mert itt hogy úgy értem, hogy nagyon jó videóklippek, de hogy tudod, egy kicsit már okosnak kell lenni itt, hogy botránkoztasson. Értem ez alatt az, hogy valójában téged azzal vádolnak, hogy ugye középiskolásoknak az egész generációt rontod meg, de neki van pofája leforgatni a Fight Song klipjét, amiben tinédzser, tehát középiskolában van, és ugye tinédzserek fociznak, meg mit tudom én. Tehát valójában ez kurva merész, csak egy kicsit okosnak kell lenni, hogy értsd. Vagy a Nobody's-nek a klipje, az még, vagy az egész dal, hát az viszont a kolumbányi gyilkosságról szól. Csak hát
tehát ugye ilyen mondatok, hogy nem tudom, a választás napján kellett volna, hogy okos legyél, meg valami gyerekek meghaltak, és ilyen mondatok vannak, és nem tudom pontosan idézni őket, és nagyon sajnálom, senki ne vesse rám ezt a követ, de tényleg, tehát ez az egész valójában, ha egy kicsit mersz gondolkodni, kicsit több dimenziósan látod ezeket a munkákat, csak akkor fogod megérteni. De nem ugyanaz, mint hogy mit lepisálok a színpadról, meg széttépem a Bibliát. Tehát... Nem, ez már más. Igen. De persze azért a színpadi dolgok azok még ekkor sem csitultak. Nem. Sőt, valahol egyébként pont ez, amikor a zenekarban van a Twiggy is, meg ugye már a John 5 is, ekkor harapóznak el szerintem egy kicsit ezek. Én mindig arra gondolok, amikor nézem így a Manson élő felvételeket, hogy így, hogy lehet ennek az embernek a zenekarában játszani? Tehát, néha szabályosan azt látom a zenészein, hogy már így rettegre. Igen. A színpadon. Hogy vajon mikor fog odajönni hozzám, és nem tudom, rúg le a színpadról. Na, ugye megtörténik a John 5-val, amit így valószínűleg véletlenül csinálom úgy a Manson, tehát nem úgy tűnik, mint a fel akarnám. Hú, de az borzasztó, az olyan, mint valami cicahart, mint hogyha tudod, egy ilyen gyerek, aki oda megy a másikhoz, de aztán amikor már az tényleg látszik, hogy ütne, akkor már visszahúzom. Az nagyon kellemetlen, hogyha ugyanarra gondolom. Nagyon, meg valahol a John 5 nem illett bele annyira, tehát ő túl jó volt azért ahhoz, hogy egy Manson alá befeküdjön egy életen át, de azt egyébként még tegyük hozzá, csak amíg így a lemezről beszélünk, hogy na itt viszont, meg hogy készült, na itt viszont egy zenekar játszik. Iszonyatosan jó zenekar. Tehát akkorát szól ez a lemez, a John 5-nak a gitározása, az tudod, olyan, hogy fel se tűnik, hogy miket játszik ez az ember. De kurva jó. Meg az ilyen pici, mondjuk a Fight Songnak a verzióban, ez a country hatás. Én azt szeretném, hogy ő egyébként egy country gitáros. Abszolút. Fogja azt a telekasztert, és olyan ilyen country-s fikcsiket játszik, amikor ezek a szóló videói vannak. Igen. Én egyébként annyit, hogy tehát, én nekem nagy szerelmem a country így az elmúlt években. Nem, tényleg az, hogy, tehát, hogy mit játszottam egy ilyen projektben, hogy mit egy belvárosi kocsmában játszottam 2 éven keresztül minden héten, és ott ez végig ez a country dolog ment, meg úgy kellett gitározni, aminek én egyáltalán semmit nem értettem hozzá, mielőtt ide bekerültem volna. Na és tehát a John 5 gitározása, az, amikor utána néztem, hogy ő hogyan absztrahálja a countryt, meg ezeket a likeket, meg mit tudom én, az, ami elementáris felismerés volt számomra, ez nekem a John 5 így a szívemben egy ilyen kitüntetett ponton van egyébként. Tehát a csodálat, hogy mennyi mindenre képes ez az ember, és hogy ezen a lemezen mit csinál, nagyon jó ez. Szét van effektezve, de mégse sok, de mégse űr, de mégis valami teljesen egyéni megközelítése van a gitározásoknak, fantasztikus. És hát ahogy említetted, ugye egy csomó akusztikus jellegű szám, meg sokkal-sokkal lassabb szám is megjelenik. Plusz egyébként ugye a dal címek is ilyen egészen újnak hatnak Mansonhoz képest, sokkal-sokkal egyszerűbbek, meg olyan butábbak, tehát ilyen fight song, love song, got it, got, tudod, és mindegyik ilyen iszonyatosan markáns, ilyen egyértelmű gondolat. Míg az egész karrierjét, meg mondandóját igazából ezek a kétértelműségek, meg ezek az elvontabb szimbolikák hatják át, itt ilyen, mint hogyha ilyen sokkal érthetőbb szeretne lenni. Tehát, hogy így tudod, a evolúciót azt ő úgy mondja, hogy volt a majom, az ember, és utána a fegyver. Aha. És ezek ilyen sokkal leegyszerűsítettebb gondolatok, mint hogy egy picit az is benne lenne, hogy most ténylegesen meg szeretné értetni a világgal azt, hogy ő egy ilyen görbetükör. Igen, tehát tényleg, ahogy mondtad, ez a love song is ugye egyértelmű, hogy Na nem egy szerelmes dal, nem az. Nem, a srác, aki szerelembe esik a fegyverébe. És ugye az egész családot itt felvonult, hogy... Na, és még ezt akartam még a borítóval kapcsolatban, hogy ugye kinyitottam, és ott volt az összes dalszöveg. Ami azért nagyon fontos ebben az esetben, mert plusz információk voltak, hogy a love songban ki beszél éppen, ki nyilatkozik meg, mert hogy van az atya, meg van az anya, meg van a fiú, és hogy melyik verze kié. Tehát egy csomó plusz információval gazdagodtak végül, és ezt hogy kell érteni? Tök jó. Igen, mint egy forgatókönyv, vagy egy musical. Igen, és tényleg ugye a lemez főszereplő igazából a fegyverek. Meg ugye a fa, mint anyag. De az is a fegyvereknek
Tehát igen. A puskáknak az is egy része, egy felhasznált anyaga a fa. Ugye ez az talán valamelyik eszében is benne van, vagy cikkében, amit megjelentett, hogy hogyan gondol a fára. De hát ugye az egyik fából hegedű lesz, a másikból balta nyele, mint ahogy az Akela megfogalmazta 94-ben, és milyen okosan. Ez ugye a Fekete Báránynak a dalszövege. Mindegy, ez csak kis kitekintő. De így elhagyva ezt az intermezzót. Szóval hogy a tényleg a fa az egyik legkifejezőbb szimbólum erre, hogy bármit készíthetsz belőle. A hangszer is az abból van, de abból van az erdő is, ami életet ad nekünk, de abból van a fegyver is. Igen. Megtalálta tényleg a tökéletes szimbólumot. Ja, és hát persze a Hollywood, vagyis a szent fa, meg ugye a fa és Ádám karaktere, meg ez mennyire biblikus, ugye, tehát a bűnbeesésnek a szimbólum, és igazából egy fa. És hát szerintem annyira nagyot nem szól ez a lemez. Tehát sikeres lesz, de... Nagyon beárnyékolja szerintem őt egyrészt ez a néhány évvel ezelőtti múlt, tehát ez még mindig ott lebeg a feje fölött. Igazából a slágerek terén, meg a klippek terén, tehát ugye annyira, szerintem annyira folytatja azt, amit korábban művelt, annyira nagyon hasonlóak ezek a klippek, így látványukat tekintve, hogy én azt gondolom, hogy egy picit már úgy nem hatott újnak, és kezdett egy kicsit kifújni ez a dolog így a mainstreamen belül. Aztán persze megint váltott meg ilyesmi, de én úgy gondolom, hogy tényleg, hogy ez a lemez, ez egy kinyilatkoztatás, és ennek nem vagyok benne biztos, hogy az lett volna a szerepe, hogy ez most őt még feljebb repítse. Szerintem ez egy kicsit ilyen szinten tartó, vagy legalábbis eltűnni nem akaró rockstárnak az ilyen bűnbánata. Igen. Csak hogy utána tudod, elfordul egy olyan irányba, amit megélni nekem nagyon fura volt. Tainted Love korszakkal? Tehát konkrétan az volt baszki, hogy abban az időben, most frankon, ugye falun laktam, ez többször előkerült már a beszélgetéseink során, senki nem ismert a Marilyn Manson. Tehát kb. Egy emberről tudtam magamon kívül, aki ezt így vágt. Tehát én hoztam be a társaságot, hogy a tévében se szerepelt igazán, a zenecsatornáinkon is csak néha, mert ha magyar zenecsatornákról beszélek, újságban se igazán, nagyon-nagyon ritkán. És amikor tényleg én már túl voltam ezen az egész Manson korszakon, meg mit tudom, már szarrá hallgattam a Hollywoodot, az egész trilógiát, mit tudom én, mert más dolgok érdekeltek már úgy a zenei világban, az életben, akkor mentem középiskolába, és akkor... Megismertél engem. Igen, de tudod, pont mielőtt megismertek, így azon a nyáron így beütött ez a Tainted Love. Amikor így baszki, tudod, arról szól, hogy a vidéki diszkós fiúk, meg lányok, meg mindenki az, Marilyn, az anyád, de kurva jó az a csáutó, és így, mi van? Tehát, hogy tudod, semmi bajom nem volt ezzel, hanem hogy annyira vicces volt, hogy hirtelen ennek az ilyen egyetlen egy dalnak köszönhetően... Az is valami filmzene volt. Az a már megint egy Dilis Amcsi filmnek, nekem ilyen nagy szívszerem, mert hogy egy dolog tudok, hogy engem egy kilóra meg lehet venni ezekkel az ilyen más filmeket kifigurázó amerikai vígjátékot. Tehát a horror akadvát, ha nem láttam 95-ször, akkor egyszer se. És ezt is imádom amúgy, de hogy nem tudod, ez nagyon fura volt, hogy egy ilyen coverrel így kijön, és így mindenki rááll erre, itt Közép-Európában is. És tudod, volt egy ilyen felismerésem, ami azóta tart, hogy itt ismertem fel először azt a világban, hogy én kelet-európai vagyok, és hogy mit jelent ez, hogy mi tényleg mindent delay-be kapunk, mint ahogy te mondtad ezt még az első beszélgetésünk. Itt éreztem meg először, hogy távol vagyok a fősodortól. Meg azért ugye ideig bezárólag az az egész Manzoni mondani való azért annyira amerikai központú volt. Igen. Hogy lehet, hogy ez nálunk azért sem ütött effektíve akkorát. Szerintem nálunk sokkal inkább a kicsit sötét, ilyen gótikusabb dizájnú és gondolkodású fiatalok szerették meg a Manzont, és majd mindjárt csatolok ehhez egy személyes élmény, de hogy nem vagyok benne biztos, hogy a mondani valónak a háromnegyede az valójában átjött ide. Ezt most nagyon jól mondtad, és tökre jól kiegészítettél, vagy megváltoztattad a gondolatom erről. Hát...
Ezek vagyunk mi. Már gazdagodva térünk nyugovóra ma, legalábbis én mindenképpen, tényleg igazad lehet. De ugye jött ez a ténytitlám, ami viszont valamit mégiscsak bizonyított. Én egyébként szeretem azt a dalt. Én is. Mert meg azt az utána lévő lemezt is, nagy részt, egy kicsit nekem az már fárasztó, mert például arról pont azt hiányolom, hogy csak lenne egy szám, ami nem ugyanazt a fősodorat viszi. De viszont a menzonnal kapcsolatosan az egy tök fontos dolog, én már évek óta áhított várom, hogy mikor lesz egy fullos cover lemeze, ugyanis szerintem egy annyira kibaszottul zseniális feldolgozó ő. Igen. Amilyen, most viccesen hangzik, de így a rock, vagy ilyen zenetörténelem során a Joe Cocker, meg a Tom Jones volt ilyen, hogy képesek megfogni egy dalt, amit egyébként ismersz, már szarra játszották a rádiók, mit tudom én, 30 éve is, vagy lehet, hogy csak 10 éve, de hogy a Manson ugye a Sweet Dreams-el, a Tainted Love-val, a Depeche Mode-nak a Personal Jesus-ával, most nemrég kijött a God's Gonna Cut You Down-nal, a Doors-tól a The End-el, egy annyira remek átszerkesztő ő, tehát hogy tényleg ő neki adsz egy dalt, és annyira a saját képére tudja azt formálni, hogy tulajdonképpen onnantól kezdve szinte azt érzem, hogy az az ő dala. Ez én is egyetértek. És a Tainted Love ennek a csúcsa, mert hogy ott aztán tényleg arról van szó, hogy tőlünk annyira messze állt szerintem az eredeti dal. Persze, nem is ismertük. Nem. Én nem is vagyok benne biztos, hogy az előtte ismert lett volna mondjuk nálunk, vagy legalábbis nem a mi generációnk. Tehát egyébként lehet, hogy a szüleink ismerték volna, én nem tudom. Igen. De hogy ténylegesen az egy Manson szám, kész, innentől kezdve. Igen, tehát aláírom, hogy tökéletes volt az, ahogy ő visszajött ezzel a dallal, csak annyi, hogy egy picit egy ilyen ipari szórakoztató géppé vált. Tehát igazából a klip sem mond mást, és ugye jön a lemez, ez a Golden Age of Grotesque. Na most a grotesque, hogyha megnézzük az értelmező szótárban, az nem az, amitől félünk, hanem igazából az, amit kinevetünk, ami ronda, de nevetünk rajta. És ezután pedig következik egy következő lemez, Eat Me, Drink Me. Igen, ezek... Mi lehet ennél nyíltabb arra, hogy egy termék lettem, és egyél meg, igyál meg. Oké, lehet biblikus is. Na, az volt egyébként az a lemez, emlékszem, amikor az megjelent, akkor még azért körülöttünk voltak, akik ilyen rendesen ilyen Manson imádók voltak, és akkor arra már ők is azt mondták, hogy na ez a pop lemez, mi az, hogy a heart shape sunglasses. Igen. Hát igen, most végül is ezen a vonalon meg nyilván elindultunk arra fele, hogy letudtuk ezt a triptihont, és az egész Manson utóélet, hatás az mit jelent számunkra, és talán mostantól elég, hogyha néhány percben eljutunk a mai napig. Igen. De hogy ami nekem mindig egy érdekes dolog volt, és ezt már fel akartam hozni, hogy nekem a Manzonnal kapcsolatban az egyik első élményem, azon kívül, hogy láttam a klippeket, az volt, hogy mi nagyon szerettük így a osztálytársaimmal, meg pár haverral a Junkies-t. És ez nekem a mai napig egy óriási nagy kérdés. Aha. Hogy fogod Magyarország egyik legjobb mainstream punk rock zenekarát mondjuk, vagy hogy is nevezzem ezt, mit én rock and roll zenekarát most nem a Fenyő Mikiféle rock and roll értelemben, hanem hogy tényleg ezek ilyen kurva jó, ilyen gyors, punkos, egyszerű felállásban alkotó zenék. Nagyon sokszor ilyen humoros szövegekkel, nagyon sokszor fricskákkal, de hát nekem az a első 4-5 Junkies lemez az így a magyar rockzenei dalszövegírásnak a csúcsa, tehát mondjuk egy Nihil meg az Esik Szét, az pláne. És nekem mindig olyan furcsa volt, hogy én kisrácként, kamaszként nekem az első ilyen koncert élményeim azok voltak, hogy Zuglóban laktunk, és közel volt a Pecsa. És az még egy ilyen olyan hely volt, ahol elengedtek a szüleim, mert hogy ott volt az éveken keresztül, hogy nyáron a Pecsának volt egy ilyen szabadtéri sörkert része, és ebben tulajdonképpen egy ilyen klub
tehát ilyen Junkies Club üzemelt, ezt úgy kell érteni, mint tényleg az ősi időkben, amikor a mit olyan Omega két hetente fellépett a Metro Klubban, most lehet, hogy hülyeséget mondtam, de hogy nagyjából ez nekünk ilyet jelentett, hogy tulajdonképpen egész nyáron keresztül ilyen két hetente Junkies koncert volt a Pecsa Sörkertben, mit olyan szerdán. Aha. És ugye ez egy pici hely, tehát ezek nem azok a koncertek voltak, amik mint manapság, hogy 3 hónap múlva lesz a pesti lemezbemutató, és akkor össze akarják gyűjteni ugye az egész közönséget, hanem hogy ide bőven elég volt az, hogyha minden szerdán tényleg így megjelenik, nem tudom, 100 ember, érted? Vagy szóval nem egy ilyen, nem nagyra akartak lőni. Viszont pont emiatt a klubsága miatt imádtam azt, hogy mondjuk minden alkalommal totál más műsort játszottak, és akkor eljátszották külön-külön a lemezeiket. Mm-hmm. Na, jó, most nagyon belefolytam, de a lényeg az volt, hogy számomra, aki mondjuk akkor szerettem a Junkies, de mondjuk mellette szerettem a Alvin és a Mókusokat, meg a Tankcsap, de hát én ezt valahol egy ilyen körülbelül egy csomagban értettem, és tudod, elmentem ezekre a koncertekre, és azt láttam, hogy ilyen mindenütt ilyen bakancsos, menzompólós fiúk, lányok, meg egy csomószor így, tudod, így vagdossák magukat a sörös üveg nyakával, meg nem tudom, és hogy annyira érdekes az, és erre annyira kíváncsi lennék, hogy persze valahol tudom a választ, uh-huh. hogy hol fonódhatott össze ez a dolog. Tehát, hogy lehet, hogy esküszöm úgy érzem, hogy semmi köze a kettőnek egymáshoz, és mégis itt Magyarországon nálunk ez egy nagyon-nagyon hosszasan egy ilyen összeivódott dolog volt. De most ez akkor is azt gondoltam, hogy egyértelműen a Junkies zenekar Ricky Church basszusgitárosához kanyarintható, aki mind színpadi megjelenésében, játékában azért nagyon erősen egy ilyen Manson, Nine Inch Nails hatásokból előugró figura, de hogy ők hogyan boronálhatták össze valójában ezt a két, tehát azt a mondani valót, azt Aha. a sötétséget és súlyosságot, ami a Manson volt, azzal a ilyen nagyon jóleső, meg okos, de hogy egy kicsit viccesebb punk rock zenével nálunk, ez nálam egy mai napig egy nagy talány, és remélem, hogy egyszer valahogy eljutunk a megfejtéshez. Hát ezt csak is a Junkies részünkben tehetjük meg. Ilyen előmegfejtésnek, bár szerintem ezt a kérdést amúgy nyitva kell hagyni, de hogy az mindig menő egy itthon nálunk lévő zenekar, amikor tudod, van egy csáos, na és ő az amerikai, tudod, ő Amerikából átjött. Ahol nyilvánvalóan, tehát a Ricky az 95-ben is így nézett ki, tudod. Igen. Amikor így nem valószínű, hogy egyetlen Amerikában ugye ismerte egyetlen a Manzont, hanem ez egy ugye létező szubkultúra, mint ahogy mondtad, hogy ez az ilyen industriál gót, meg ki tudja még hányféle neve van ennek odakint stílusnak egyfajta képviselet, amiből hozzánk, meg ugye a világhoz ugye a Marilyn Manson jutott oda elsőként. De hogy amikor ez már bejött hozzánk, hát akkor a Ricky volt az egyetlen így a magyar, tudod, ilyen rockzenei paletten, akihez lehetett így csatlakozni ebben, nem? Jogos, és hát a melyik is az a klip? Hát a félbetépve klipje, az meg konkrétan tényleg olyan, mint egy ilyen magyarosított Manson. Persze, meg keresztrefeszítéssel. Meg tudod a tabu idején, ami ugye egy korábbi lemez, ott meg tényleg az, hogy az egész zenekar bevállalt, hogy akkor festi magukat. Igen, de viszont, hogy mondjuk a zenékben ez a klasszikus ilyen glam rock, aha, hatás igen, érvényesült azért inkább. Tehát, hogy valahol ez a festés, meg ez a tupírhaj, ez azért részemről sokkal inkább oda kanyarintható vissza, de abszolút igazad van, igen. Hát mindegy, egyébként szívesen várjuk kommentekben, hogy ki mit gondol. Vagy ki hogyan emlékszik erre az időkre, én tényleg akkor voltam kamasz, és imádtam ezeket az időket, és mindjárt megkönnyezem, hogyha visszagondolok ezekre a Pecsa Sörkertes estékre, de hogy tök kíváncsi lennék, hogy valaki, aki mondjuk már kinőtt ebből, uh-huh, vagy ilyesmi, és akkor még benne volt, hogyan reagálja le ezt az időszakot. És hát aztán a Manson hatása, hát az elvitathatatlan. Szóval az azért annyira ott van a mai napi klippekben, okay, mindenben. Ugye nyilván most nem fogjuk átvenni az összes lemezét. Neked így az utóbbi korszaka, ami egy picit ilyen visszatérésnek is talán mondható, mert egyébként újra visszakerült, uh-huh, ilyen, jó, valahol szomorú, mert nem szeretem azt a dolgot, hogy tudod, hogy mondjuk ma azért teljesen más tartunk aranylemeznek, mint 10 meg 20 évvel ezelőtt, tehát ilyen töredékét. Persze. De ugye itt most az elmúlt néhány évben azért azt lehetett mondani, hogy egy-egy új megjelenésével egyébként megint
mondjuk első vagy harmadik helyen debütált, és megint egészen jó fogadtatásban részesült, mert szerintem volt neki egy nagyon nagy mélypontja. Persze. Valószínűleg itt arról van szó, hogy ő egy folyamatos változáson megy keresztül az elmúlt 10 év, mint ahogy mondtad, hogy tényleg egy csúnya mélypontok, meg szülők halála, és szerintem ő most fog belépni az idős korába, amit hát ugye el kéne dönteni, hogy mi lesz, tudod, 50 föl. Én ezt érzem már évek óta, hogy volt a... Ugye most megjelent egy új lemez, a We Are Chaos. Igen. Volt előtte a Heaven Upside Down, és az azelőtti lemez a The Pale Emperor. Igen. Ezt nem tudom, te mennyire ismered, de szerintem az egy remek lemez. Uh-huh. Én szerintem az első hangtól a végéig imádom azt az albumot, és én nekem az a Manzonnak így az úgymond ilyen középkora, vagy nem tudom, mert úgy értem, hogy egy középkorú férfinak az új lemeze, mert amikor az megjelent, akkor azt éreztem, hogy na végre befejezte ezt a kiugatott harisnyába, de már pocakosan kifestve lépegetek föl, és azt láttam, hogy a borító is ezt sugallta, hogy olyan lehet, hogy tök jól meg fog öregedni ez a csávó, hogy csinál egy kicsit ilyen modern megszólalású blúzos számokat, de megjelenik öltönyben, és nekem egy picit olyasmi feelingem volt vele kapcsolatban, mint mondjuk akár a Nick Cave-vel kapcsolatban, akár meg a Dave Gehennek, ugye a Depeche Mode frontemberének, hogy ugye, ha így visszaemlékszünk, neki is volt egy ilyen borzasztó nagy ilyen herkás korszaka, amikor ő volt a rockstar, aki ki van festve, és na, egyszerre már egy Depeche Mode-ról is beszélgetünk, de hogy most már egy jó pár, mit tudom, most már egy évtizede, hogyha mondjuk ő színpadra lép, egy ilyen, tudod, egy ilyen jól szabott zakó és ilyen menő ingbe fölsétál a színpadra, és azt látod, hogy van egy ilyen kicsit ilyen kiöregedett rockstar, aki képes volt úgy megöregedni, hogy ne a saját paródiája legyen. És amikor megjelent ez a The Pale Emperor című Manzon lemez, akkor abban reménykedtem, és azt hittem, hogy basszus, rájött a csávó, hogy neki ténylegesen így maga mögött kéne hagyni ezt a próbálkozást, hogy még mindig olyan klippeket csinálok, hogy még mindig olyan lemezborítót és akár zenét, mint korábban, és egy ilyen felnőtt, érett, új, megújuló produkcióval előállni, és ezt így azonnal megszáfoltam, mert jött a következő album, amivel meg így totál így visszament az ilyen Johnny Depp-el készített ilyen kellemetlen... Szerintem az a lemez is tele van egyébként jó számokkal, és mint lemez szeretem, és csak folyamatosan az a Manzonnal kapcsolatban az érzésem, hogy a lemezei, amik megjelennek, azok számomra teljesen hallgathatóak és szerethetőek. Viszont a mostanra az imázs, amit hozzárendel, egész egyszerűen kellemetlen. Tehát az, hogy megnézni őt mondjuk színpadon. Nagyon. Hogy vonaglik, fekszik a földön, összehányja magát, most éppen beteg, most lerúgja a basszusgitáros, mert nem tudom, mert valójában ő rontott el valamit. Igen, borzasztó kellemetlen szituációk. Igen, ezt én is aláírom, hogy valahol ez a... Nem, onnan indítok, hogy szerintem az önbizalom hiányos kisfiúból valójában önbizalom hiányos idős ember is lesz. És szerintem ő azon, hogy fél, amennyire kevésnek érezte magát annak, hogy rockstar legyen, ugyanannyira fél elhinni, hogy valójában ő érdekes csak egy sima öreg emberként. Igen. És próbál görcsösen ragaszkodni az ilyen régi sémákhoz, amikből olyan az egész, mint egy ruha, olyan, mint egy tanga, amit már nem tud fölvenni, tudod, mert ájos a segge, meg lötyet, tudod. Na és ezt érzem egy picit a karrierő, hogy valójában neki, tudod, mi kéne, neki egy Rick Rubin kéne, abban az értelme, hogy nem a Rick Rubin kéne neki, hanem egy olyan karakter, aki fiatal, életerős, és átlátja jobban az ő karrierét, és azt csinálná vele, mint a Johnny Cash-sel. Uh-huh. Hogy tudod, így kimossa a szarba, és hogy hidd el, hogy te egy sima öregemberként valójában kurva menő tudsz lenni. Uh-huh. És tényleg én is egy zakóba szeretném őt látni, igen, smink nélkül, mindenféle allure nélkül, csak simán énekeljen és mondja ezeket a kurva jó szövegeket. Igen, mert tényleg, hogyha mondjuk megnézzünk egy Nick Cave-et, nekem ő egy nagyon nagy idolom, de hogyha megnézzük azt mondjuk, ahogy ő kinéz az elmúlt 10 évben, és milyen lemezeket csinál, és milyen színpadisót, összeférhetetlen, vagy nem is tudom, tehát ilyen semmi köze ahhoz képest, amit ilyen 30-40 évvel korábban beherkázva, óriási nagy hajjal, kb. A punk zenekarával csinált, viszont egy borzasztóan szép karrier áll mögötte. Igen. És
remélem senkit nem sértek meg, ezzel tényleg a Manzonnal kapcsolatban érzem azt, hogy folyamatosan próbálkozik, tehát például most is kijött ez az új lemez, ez a VR Chaos, és visszatért ilyen akusztikus számokhoz, meg visszatért ahhoz, hogy amit ugye említettem, hogy neki amúgy folyamatosan kell egy szerzőtárs, és mindig talál magának valakit, szóval ott volt a John 5, utána jött ez a Tim Skold, ugye vele csinálta ezeket a poposabb lemezeket, akkor most írta, nem jut eszembe. Shooter Jennings. Na hát vele csinálta ezt az újat, igen. Nem rágondtam amikor a Pale Emperor, de hogy igen, például most itt van egy ilyen kvázi, egy ilyen dark country gitáros, énekes faci, és csináltak valami újat együtt, és szerintem tele van remek pillanatokkal az album. Most az ehhez készült videóklipet is amúgy nagyon szeretem, azt nem tudom vágod, de az szerintem remek lett. De minden esetre valahogy az a rossz érzésem, hogy viszont ha most lenne egy Manzon koncert, akkor megint felállítaná a keresztet, meg a pódiumot, meg jönne a Bibliával, elkezdené tépkedni, és közben az egész olyan, egy kicsit olyan lejártnak hat, olyan, mint egy ilyen retro show, csak éppen ezt nem lehet idő sem művelni. Na, vagy akkor tényleg érted, akkor azt kell, hogy csinálj, mint az Iggy Pop, hogy legyen most is csontvékony, tudod, öregen is. Akkor bazd meg, foglalkozzon magával. Hát ő nem egy sportember, hát ezt már megbeszéltük egyszer. Igen. Hogy valószínűleg Johnny Deppel tolja a csíkokat, és beszélik meg, hogy hú, bazd meg, nem kellett volna erőszakosnak lennem azzal a csajjal, mert most megint eláshatom a karrieremet. De most tényleg, tehát nem az van általában a popsztároknak az ilyen válaszútjaiban, hogy A. vagy az van, hogy egész életben foglalkozol a testeddel, hogy úgy néz ki, mint fiatal, vagy B. mindig más csinálj, és elfogad, hogy megöregedsz. Hát a publikum előtt akarsz létezni, akkor ez a két döntés, és mondta, ő azért nem tudna dönteni, de zenében öregedni akar, dizájnban pedig így mindig azt akarja hozni, amit 26 évesen. Nem lehet. Nem tud ettől elszakadni. Nem tud ettől elszakadni, akkor miért nem foglalkozik magával? Tehát akkor, na. Nekem egyébként az a reményem, hogy szerintem van még benne. Ugye azt néztük, hogy most ugye 51 éves. Én amit most említettem, mondjuk egy Johnny Cash-t, ő már ezen a koron azért bőven túl volt akkor, amikor a Rick Rubin felfedezte. Én valahol abban bízom, hogy egyszer így fogunk kapni egy ilyen, ténylegesen egy ilyen új aranykorát a Manzonnak, amikor kvázi egy nem kiöregedett, hanem egy jól megöregedett csávó tényleg jó dalokat ír, és akár vagy nincs igénye a fellépésre, vagy legalábbis már nem a múltjából akar élni, vagy mondjuk áthangszerelt számokkal jön. Na nem ilyen izé, hogy most vonós karral lépek fel a stadionba, hanem hogy egész egyszerűen tud egy ilyen új Marilyn Manson, vagy akár Brian Warner lenni. Az lenne az nagyon menő. Az egy nagyon izgalmas dolog lenne. Így van. És mint színészként is tudna Brian Warner lenni. Annak jó, igen, az meg a másik, hogy folyamatosan magát játsza. Igen, engem is ez zavar. Igen, és én annyira örülnék őt egy komoly szeretet, én elhiszem róla, hogy ő ezt meg tudná csinálni. Vagy ténylegesen legyen, lehetne akár író. Legyen író, legyen rendező, valami csinálj, vagy higgye már el, hogy így mi legyen a legyen juhokat szeret. Terelő juhát. Vagy tűzoltó. Jó, oké. Szerintem ezzel köszönjük el. Hát köszönjük szépen, hogy velünk voltatok. Két részen keresztül rengeteget beszéltünk szerintem a Manzonról. Tudjuk, hogy a töredékét sem mondtuk el igazából annak, amit róla fel lehet lelni, és vele kapcsolatban így összeesküvés elméletek, és bármilyen gondolatosan össze lehet tenni, de azt gondolom, hogy aki ennél jobban ebbe a témába ténylegesen belásná magát, az egyébként óriási, tehát hogy olyan könyvtár áll a lehetőségé, vagy olyan könyvtár áll előtte, hogy szinte minden felkutatható. Persze folyamatosan abba fog belefutni, hogy ellent mondanak egymásnak a dolgok, és igazából különböző emberek által kitalált mítoszok fognak elé kerülni, de minden esetre én azt gondolom, hogy jó sokat beszéltünk. Ezt tudnotok kell, hogy mi azért most egybe vettük fel ezt a két részt, úgyhogy nagyon elfáradtunk, és nagyon-nagyon olyan, mint egy ilyen lerakott teher részemről. Részemről nem, de még hallgatnám, meg olvasnám egy kicsit, de vissza fogunk még törni máshol, meg hú, hát nagyon sok ötletünk van. Igen. Hogy miket fogunk megvalósítani. Most azon gondolom, hogy lesz még adásunk egyáltalán ezen kívül karácsony előtt. Lesz. Vagy nem. Akkor. Sziasztok. Sose lehet tudni. Lesz karácsony idén? Az a kérdés. Ja, tényleg.
Sziasztok! Aludjál szépen, kis Balázs!